Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak? Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifko Krisztián, alias Mujó. Na, fiúk, akkor a gégecsöves kondenzátor mikrofon témát passzoljuk, és akkor ünnepi hangulatban, mert hogy azért mégis ma van az év utolsó napja, az év legeslegutolsó podcastje, 31. december havában megkérdez... És születésnapom. Nem mondod. Pezsgő. Piu, piu. De bizony. De szar neked, Krisztián. Happy birthday, Krisztián. Nem megy tovább a lován. De tényleg Krisztiánnak a legszarabb, mert ha bár végül is, akkor tulajdonképp az egész világ őt ünnepli ilyenkor. Igen. Ennyi. De ilyenkor sajnos senki nem megy el a házi bulijára, és senki nem vesz neki ajándékot. Képzeld el azt a szerencsétlen gyereket, akit szilveszternek hívnak, és 31-én született decemberben. Tudom. Olyankodtak nekem pont karácsonykor. Miért nem hívnak téged szilveszternek? Ezt át tudom. Vagy esetleg mondjuk Évának vagy István volt a másik ilyen, mert anyósom pont Éva, és névnapja pont karácsony, tehát ilyenkor tök szar, mert az ilyen gyerek mindig egyre kevesebb ajándékot kap. Unokabátyám az Miklós december 6-án született. Szegény. Miért utálták ennyire? Az azért egy svábok egyébként, tehát így a spórolás megvolt. Abszolút. Ez nagyon kemény. Na, mi történt veletek? Képzeljétek, velem az történt, hogy igen, hogy későn kapcsoltunk ott az adásnál, mert annyira le voltunk zsibbadva, és nem néztük a naptárt, hogy a következő az erősen belenyúlik a karácsonyba, úgyhogy azt passzoltuk. Azóta nem is, nekem nem volt hangom. Igen. Azóta nem is nagyon tudok jól aludni, mert szerintem Lackó Attila valami rontást küldött rám, és 3-4 óra előtt sose tudok elaludni. Én tudom, mit csinált a Lackó Attila, kim volt a karácsonyi vásárba. És képzeld el, hogy lehetett kint kapni ilyen gázóra alakú kis tűpárnát. Azóta azt döfködik. Nem félsz, Attila, hogy fölrobban? És csak ennyit mond, Charlie Dang, és bele a számlálóba, én láttam a fotót róla, érted, az össze-vissza volt szurkával a számláló. Borzasztó. Én ezért csináltam 88.1-es külön számot, de ezek szerint nem sikerült. De hallgattam. Maradéktalanul kielégíteni az igényeket. Igazi úriember lettél volna, akkor átküldöd a fájlt, és akkor abból csinálok egy ilyen kis pseudo-podcastet. De... Podcast mini. Hát ez abszolút mini volt. Nem, várjál, nem, még jobb. Podcast mono. Amúgy is mono. Bocs, csak közben sok is esek. Hát igen. De jó nem. Volt. Jó volt egy gondolok podcast közben enni, de nem érdekes. Uh-huh. Horákit, meg ilyeneket. Na várjál, az egyik csörög, a másik meg nem. Majd így eszem, hogy... Váltogasd a csörgőst, meg a nem csörgőst. Na de tényleg, mi történt veletek? Hát, igazából ugye karácsony előtt nekem a tüntetésről szólt, aztán nagyon úgy volt, hogy rápihenünk, aztán nem pihentünk rá senki. Utána meg karácsony. Hozott nekem a Jézuska. Na, mit hoz? Képzeld el, tudta Jézuska, hogy nagyon szeretek utazni, és kaptam egy új, hiperkönnyű Samsonite bőröndöt, ami nagyon megy az utazó bőröndömnek a színéhez, tehát milyen színű? Málna. Azaz piros, jól mondtátok, igen. Úgyhogy kaptam egy nagyon könnyű hand luggage-ot, amelyik minden transatlanti járattal kompatibilis méretben. Nagyon örülök neki. És ennyi. Most már csak a transatlanti járatra kell a jegyet megvenni. Ne is idegelj. Most a másik oldalra akarunk menni, és egy kicsit húzósabb. Viszont én pedig a legutolsó nyaralásunknak a élménybeszámolóját 2 darab ilyen nagy vastag fotókönyvbe összerendeztem egy
New Yorkot, meg egy Floridát, és nekem meg azt kapta a párom, úgyhogy nagyon örült neki. Meg még kapsz valami, drágám, de azt még nem árulom el podcastben sem. Úgyhogy ennyi volt nekem gyakorlatilag, és ahogy véget se ért, mert ugye 27-e óta én ismét dolgozom, volt egy darab szabadnapom, az a hétfő volt, nem tudom, hétfő, 28, és akkor onnantól kezdve 31-ig megint zsinór, úgyhogy nem történt velem semmi basszus. Hát, ja, mondjuk én lebetegedtem ez a tüntetés. Biztos, hogy valaki ott van ilyen háziáldás osztó parlamentben, és lehet, hogy kiszúrt magának, nem tudom, de így kettől elindultam a lejtőn lefelé, azt szerdán már hangom se volt, úgyhogy itthon örültek, mert 10 napig nem nagyon beszéltem, csak suttogtam. Igen, azt hallottam, elég sárkányos volt a hangod egyébként a telefonban is. És még akkor Facebookon így, is. Nem is tudom, három napja találtam vissza a hangomra. Most se az igazi még, de azért már egészen használható. Úgyhogy nekünk meg itt karácsony tájéken, szóval mi már így leszoktunk az ajándékokról. Tehát nincs, hanem inkább az van helyette, hogy összeül a család, csinálunk egy jó nagy kajálást, beszélgetés. Másnap mindig a barátokkal ülünk össze, úgyhogy... Azt hittem azt mondod, hogy másnap pornófilm nézés. Na nem, összeülünk a barátokat, ott megvan délben a nagy kaja, és akkor délután ilyen... Pihegés. Ilyen filmnézésnek álcázott... Alvás. Alvás van. Úgyhogy megnéztük a piszkos 8-as, vagy valami ilyesmi. 18-as. Nem. Piszkos 12. Nem. Tarantino Western filmről beszélek. Vagy nem piszkos, hanem valami más szóval mondja a 8-at. De egy 3 órás film, basszus. Egyébként nekem tetszett, picit vontatott volt, néhol belealudtam, de az meg jó esett. Úgyhogy ennyi volt a dolog, meg hát ugye én a karácsonyi ajándékokat magamnak szoktam összeszedni. Ez a meglepted magad azzal, amit szerettem volna? Megleptem magam azzal, amit szerettem. Megjött ma Kínából a karácsonyi ajándékom, megjött ott ez a Google VR. Igen? Cucc, öcsém. Jó? Nagyon jó. Mi szemüveget rendeltél magadnak? Aha. Ez a papírszerű? Hát nem, de ez már műanyag, tehát nem az a... Ez a plasztik jó, üveg. Amit meséltél, ez a plasztik kivitel. Ez a sztereó eszméletlen jó. Beleraktam a Samsungot, érted? Beállítottam a szememhez, és zseniális. Tehát és appok vannak hozzá? Tehát van, rengeteg. Én azt hallottam, hogy igen... Igen, béta fázisban, meg nagyon erőltetett dolgok. Egy helyen láttam talán egy ilyen tesztet most, hogy karácsony előtt és valami, nem is tudom, ilyen 30 fölött volt a cucc, és hogy jó, de hogy azt mondja, hogy tényleg olyan szédülés, meg hány, hát nem hányás roham, hanem tudod, ez az émeigés jött rá, mikor valami olyan demó volt, hogy lenézel az épület széléről, meg szóval ott tényleg azt mondja, elkezdett a lábujja úgy összeszorulni, meg a keze ökölbe, hogy megvolt az élmény. Nagyon jó egyébként, én most már 3 vagy 4 ilyen programot néztem, meg az egyik az egy ilyen űrháború, meg naprendszerbe utazás, meg nem tudom én mi, és el nem tudtam képzelni, hogy a picsába lehet mondjuk egy menürendszert kezelni vele. És tök jó, érted, mert lenézel oda a mondjuk ez egy űrhajó volt, így lenéztem az irányítópultra, megjelent egy szálkereszt, és akkor a jobbra-balra, meg a start-stoppon ráviszed a szálkeresztet, megállsz egy, mit tudom én, egy másodperc, és akkor aktiválja a gombot. Aztán mész tovább. Tehát szerintem kurva jó, és gyakorlatilag ez egy $8 cucc, érted, én ezen röhögök folyamatosan, hogy 10 évvel ezelőtt, vagy
lehet, hogy 20 is van, már aztán 2000 környékén volt egy számítástechnikai kiállítás, amit csináltunk Szegeden, és oda lehoztak egy VR sisakot, még biztos, hogy emlékeztek rá, ja, hogy ja. Volt ilyen 320x200 pixel volt, azt hiszem a fölbontás, és Doom-ot néztünk ezen a VR sisakon, és mindenki el volt tőle ájulva. Most ez ahhoz képest egy extra dolog, hogy ahogy forgatod a fejed, érted, úgy nézel bele a tájba. Ha lenézel, akkor a földet látod, ha fölnézel, akkor az eget. Ha jobbra, akkor így elfordulsz magába a tájba. Kurva jó egyébként, és tényleg egy filléres szórakozás. Ráadásul van a YouTube-on egy csomó ilyen VR videó, amit térhatású videót nézhetsz vele, és nem kell hozzá semmi extra, a telefonot kell, azt kész, ennyi. Tehát szerintem zseniális amúgy. Hát jó, nyilván hülye. Tehát a főnököm, aki abszolút antitalentum a technikába, azt hiszem vele ezt, pont ezt a kozmikus demót nézettem meg, érted? Azt az háromszor elmondta, köszönöm szépen Zolikám, köszönöm szépen, hogy megnézhettem, köszönöm szépen. Tehát így fel, ugyan, mondjuk nyilván én is felnőtt vagyok, csak én nekem ez a gyerek részem, ez még igen-igen megmaradt, remélem velem marad életem végig, de hogy egy ilyen 8 dolláros szar is mekkora élményt tud okozni az embereknek. Hát a másik meg az, hogy akartam venni egy pici laptopot, és akkor így borzasztó dilemmába estem, aztán a végén fogtam magam, 55 ropogós ezresé vettem egy darab Dell mi is ez? E6220, ez egy 12 szolos laptop, ez a tudod, minden titánborítás, meg ütni-vágni lehet, meg Kori 5, második generáció, zseniális. Holott 100 000-é nem tudtam volna venni, csak valami szar Celeront 2 giga RAM-mal. De hogy rakták össze akkor ezt, hogy ilyen mi? Jó vásár? Ez használt Németországban. Németországból behordott, használt cucc. Egyébként ajánlom neked is, Krisztián, hogyha gépet akarsz venni, és nem olyan lassún akarsz ücsörögni, mint amilyen most ücsörögsz. Pici pénzért. Kori 5-ös, Kori 7-es, második, harmadik generációs Intel-es. Ezek a Soho, tehát ez a business kategóriás laptop. Én egyébként a céges laptopnak vettem, már hogy a, nem a céges-céges, hanem a másik céges laptopnak vettem egy ilyen IBM T, tököm tudja miért, de tudjátok, az a Build for a Life, tehát ez az örök élet meg egy nap baltával falag, elpusztíthatatlan darab, és mindezért fizettem. A szíjártó egy év után kidobna, igen. mindezért fizettem bruttó 50 000 forintot, úgyhogy még járt hozzá a legit... Dokkoló is. A dokkoló nem, de egy legit Windows 7, tehát amit már földobott, hogy frissítsek 10-re. Föl lehet frissíteni 10-re, így van. És ez is pont járt. Tök jó, amire nekem kell, és az aksija zsírúj, a töltője zsírúj. Na, hibátlan egy darab. Garival. Na, majd mutassatok linket. Van ennek valami websájtja? Hát figyelj, vannak ilyen szájtok, mondjuk a... Computer Imperium. Azaz, igen, az valami egri... Nem, Esztergomi, bocsánat. Computer Imperium az, akik... akik ilyeneket hordogatnak be. Nagyba viszik, igen. És mondom, legális Windows 7-tel adják, kérhetsz bele SSD-t, tehát beletesz egy 128 gigás SSD-t, Krisztián, egy Kori 5-ös, Kori 7-es Dell-be, vagy IBM-be, az... Onnantól kezdve nem lesz neked mint a villámért. Kék halál meg anyám kínja. Szegény Krisztián. Ne is emlegesd a kék halált, ne is emlegesd. Ne emlegesd a halált, mert erre még rá fogok fűzni a nulladik pontnál, de Krisztián, veled mi történt? Hát nekünk egy viszonylag csöndesebb volt a karácsony, hát ugye nekünk a temetésre való készülődés jegyében telt a dolog, úgyhogy ez némileg elvette a karácsonyi izgalmak és örömök nagy részét, de
hogy ilyen nyugis családi körben egy kicsit utazgattunk, hogy ide is mentünk egy pár órát karácsonyozni oda is, tehát az egy viszonylag nagy a család. Úgyhogy ilyen nyugiba, szépen csöndbe tellett a dolog. Kaptam egy csodálatos, kemény borítású kottafüzetet, kottavonalzóval, az mi? Sapkát. Mi az a kottavonalzó? A kottavonalzó, én sem tudtam, kérlek szépen, és mindenkit nagyon érdekelt, hogy mi a kottavonalzó. Ez arról szól, hogy ugye a normális kottavonalak alatt és fölött lehet segédvonalakat húzni. Ja, hogyha és te... Hogy pontosan tud, hogy melyik segédvonalnál jársz éppen, azt oda mellé tudod tenni, és akkor hát ugyanazzal a sortával be van vonalkázva a kis vonalzó, olyan, mint egy könyvjelző, és akkor precízen tud segédvonalakat passzintania. És ez a maga a kotta, mert ugye mi hülyék vagyunk a Charlie-val ehhez a hát te részhez. Csak azt hiszed. Hát te csak azt hiszed. Bocsánat. Tehát, hogy maga a kotta az mindenütt egyforma méretű, tehát ha bemegyek a kottabódba, veszek egy kottát, akkor minden kottában a kottavonal olyan távolságra van, meg akkora hangjegyekkel van megcsinálva? Szerintem nem, mert én láttam már kisebb nagy, tehát kézkottát, ami már darab is van, meg ilyesmi, az nyilván a tördelés, meg a szedés függvénye, hogy miért csinálnak, abból én láttam már eltérő méretűeket is, de ezek az üres kották, amikbe neked kell firkálnod, én ezt úgy vettem, amivel én eddig találkoztam, az egyforma volt. De nem tudom, hogy létezik erre valami szabvány, hogy csak a véletlen, vagy összebeszéltek, vagy a megszokás. Hát ez egyenlőre igazából csak dísznek van, mert volt nekem mindig ott a füzetem, mióta tanulok, de hogy feladat nem nagyon volt, hogy írkásszak bele. Plusz kottát olvasni tudok, viszont a belső hallásom még nem tartott, hogy a fejemben elképzelt hangokat egyértelműen belőjem, hogy az konkrétan melyik hangnak felel meg. Úgyhogy nem, leírni nem tudom. De például eljátszani el tudom, és azt meg utána már le tudom kottázni. Csak így fejből, egyből kottára. Én azt kérném az akkor, hogy az, ami fejben van neked az intrónk, az írd le kottát, és valakivel lejátszatjuk, vagy én azt megíratom a haverommal. Beszkennelem, Krisztián, csinálok bele egy MIDI-fájt. Tehát azt meg tudom csinálni, mert erre van szoftver. De ezt én is meg tudom csinálni, tehát itt van egy baszom nagy MIDI billentyűzet az asztalon, meg a millió egy zene szerkesztő, zeneíró program. Úgyhogy gond egy szál se, csak nem jutottunk még el odáig. Mert aztán Charlie annyiszor mondtad, hogy majd megírja a nem tudom én ki, és akkor én már nem is erőködtem rajta. De aztán az utóbbi időben túl gyakran előkeveredik ez a téma megint, úgyhogy... Nem tetszik mi? Nem tetszik, hanem akkor majd erőködszek magamon. Megvannak egyébként a fájlok, amit például... Ha meghallgattad volna bármelyik YouTube-ra föltöltött podcastet, a végén lehet hallani a loopot és az outrót, de gondom van még itt az egyik loopban van egy akárhány frémes pici szünet a végén, amitől igazából nem folyamatos loop, úgyhogy még azon reszelni kell, mert nem úgy exportálja ki a Logic, ahogy kellett volna. Na mindegy. Ez is lesz majd, ez a jövő zenéje. Ha megérjük a 100-at, akkor a 101-edik már biztos ilyen lesz. Jó, 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 jó. De hát most vannak, bocsánat, mondjad. Ja, most épp hegedű szólót írok egy barátomnak, de hogyha annak vége, akkor megírom most már tényleg a párásító intrót. Ez mekkoraság, azt mondja, hegedű szólót írok. És aki nem ismer téged, az mi? Mekkora komoly a csávó, hallod? Hegedű szólót ír. Nem. Lehetünk a haberjaid? Lehettek. Okay. Marci barátom, a Puszi Együttes billentyűse szokott zenét szerezni. Féltem már, hogy lesz egy adás, amelyikben nem kerül elő a Puszi. Puszi Együttes. És szokott szerezni zenéket, így a saját szakállára, és most... Ja persze, hát Szenteste, minden évben van Szentestekor Puszi koncert a Mikában, úgyhogy ott is voltunk, és akkor megpedzegette nekem, hogy olyan jó lenne neki egy szóló arra a dalra, és most ezen dolgoztam az elmúlt néhány napban. De majd, ha annak vége, akkor jöhet a párásító, szuper mega intro. Valami zúzós. Hát a zúzósról jutott eszembe, hogy már egy ember nem fog se kottát írni, se zenét játszani.
mégpedig Lemi, mert hogy a Motörheadnek az énekese sajnos pont karácsony másnapján hagyott itt bennünket. És aki egyébként nem ismerné a munkásságát, akkor csak úgy keressen rá, hogy Ian Fraser Kilmister, egy angol úriember volt, akit elvitt sajnos egy nagyon gyors lefolyású rák, úgyhogy tök jó lenne a kultúrában neki adózni egy bármilyen zenével, de sajnos még egy bejegyzésünk lehet a kultúrába akár. Nem tudom, hogy néztétek-e azt a linket, amit én most oda betettem. Nem, de rögtön. Megpróbálom bejátszani, hát ha... Ezt halljátok? Nem minden úgy van, ahogy te akartad? Hm? Nem te kértél ilyen menők, ilyen tengeri szorokkal? Nem halljátok? Ezt a világi hegedű csicsicsávot, mi? Jó, nézzétek meg akkor szerintem most, mert 32 másodperc, és plusz a reklám. Nem, nincs reklám. Nálam nincs. Úgyhogy ez volt a másik nagy kedvencem a héten. Mindenki összepisálta magát, mikor meglátta, vagy meghallgatta, hogy milyen máshogy gondolkoznak a férfiak meg a nők. Mi van? Megtaláltátok? A kultúrába raktad be? Igen, hát egy tigrist akartam. Akkor ez mi a faszom? Hát ez kész. Ja, most néztem az ünnepek alatt. 1945-ös tigris. Na, és ami még off-topic és hír, hogy jött Kúzitól egy invite, nem tudom, ismeritek-e Kúzit. Ja, mert igen, kinek volt a kedvence ez? Azt hiszem pont a Inkvi mondta mindig ezt a Kúzit. Kúzi. Meg a mód. Mód. Kúzi, aki módokat csinált mód. Régen, az mostanában kerékpáron ül, és zsibba. Veled ellentétben tud tekerni. Igen, igen. Hát, ezt nem hiszem el. Azt kívánom nektek, hogy egy péniszkorbáccsal csapkodjátok az arcatokat. Szóval az van, hogy Kuzi elkezdett, nem most, már akkor is tekerni kerékpárral, és annyira komolyan vette a dolgot, hogy nekiállt most, beválogatták egy versenybe, nem tudom, olvastátok-e van már rajongói oldala, sportoló, a Transcontinental Race nevezetű versenyre nevezett, és elfogadták a nevezését, ez ilyen meghívásos, vagy nem tudom én milyen alapon megy, és azt kell róla tudni, pár száraz tényadatot mondok, hogy át tudjuk érezni a távot, és hogy néz ki a dolog. Belgiumban lesz július 30-án, és semmi nincs megadva, 4 ellenőrző ponttal, illetve érintésével kell eljutni, méghozzá, ha jól látom... Izlandra. Te hülye. Nem. A Dardanellák partjára, augusztus 13, tehát 13 nap alatt letekerni ezt a 3800 kilométert, és te találod ki, hogy merre, hogy hogyan. Azt nem tudom, hogy ellenőrzik, hogy nem dobod-e be a hátsó csomagtartóba a biciklit, és mész autóval, de mindegy. A szintkülönbség, az, csak ennyit mondok nektek, 48.000 méter. Az, igen. A verseny teljesítési aránya az elmúlt évben éppen csak meghaladt az 50%-ot, és ilyen útvonalon fognak kb. Menni, hogy Franciaország, svájci Alpok, aztán, hát hiába mondanám neked, hogy Grosses Heideg, meg Grimselpass. De az már Izland? Hülye. Olaszország, Dolomitok, a Giro d'Italia ikonikus hegyén is átmennek,
aztán már csak egy ilyen kis laza legurulás, Szlovénia, Horvátország, Montenegró, és akkor ott lesz a negyedik kontrollpont, és utána irány az utolsó pont, és azt kell róla tudni, hogy tehát ez nem olyan, hogy pont azért, mert arra mész, amerre akarsz, és amerre szerinted optimális, mindenki saját magának intézi a szállást, az ételt, italt, tehát annyival mész, amennyi rajtad van. Ruha, kerékpár, meg a háttér szapport, tehát itt nincs izé, hogy kísérő autó, meg előre foglalt szállás. Neki kell mindent megszervezni. És kúzi benne van. Úgyhogy én sok sikert kívántam neki, és mindenkit arra biztatnék, hogy akit egy kicsit is érdekel a Maestro útja, sorsa, az én a tegnap kitettem az e-cigi tesztekre a linkjét, tetszikejétek szépen a sportoló oldalát, már 41-en kedvelik, és akkor nyomon fogjuk tudni követni. Van neki Instagram csatornája már régóta, úgyhogy baromira várom a képeket. Hogyha megkattintjátok azt a linket, akkor láthatjátok, hogy a háttérben milyen kanyargós utak vannak, úgyhogy betyáros lesz. Reméljük, hogy nem abban az 50%-ban lesz, ami lemorzsolódik. De hát tekertő már 4-5-600 kilométereket, itt biztos a szintkülönbség lesz az, ami majd beleharap a mezőnybe. Hajrá, Kuzi! Na, Fifika már elaludt. Húzzál bele! Igen. Mondtam neki, ez tök egyszerű, én ezt úgy tudnám megképzelni, hogy kiül a nyerekből, egyik kezében a saját kis Pelzo Next-tel, a másik kezében a telefon, fotózgat közben, írogat a Facebookra, és akkor így mindig tudunk mindenről. Ne szívd már ilyen fütyülősen, könyörgöm. Köszi. Na, úgyhogy ennyi, augusztusban megtudjuk, hogy mi a helyzet, addig meg felkészülés. És akkor... Igen? Mondjad. Hát mondani akartam, hogy akkor csapassuk a témákat, mert abból is van egy pár, de hogyha nekem még... Nekem van még két félig offom. Na. Az egyik, rájöttem, hogy mitől csúnyulnak meg a hullámformáim. Na. Hát ugye a gömb mikrofon, és azt az összefüggést vettem észre, hogy ma jóval tisztább az alapvető nyílegyenes hullámforma, többször nyílegyenes, mint általában máskor, és rá kellett, hogy jöjjek, basszus, hogy ez az utcáról beszűrődő forgalom az, ami birizgálja a szerencsétlen mikrofon, mert ugye ma azért már lényegesen kevesebb a forgalom, mint egy átlagos hétköznapon, és ez. Jön a busz. De azt hallottam is egyébként, hogy most se nem egy mentőt hallottam idáig talán, de az alapza is kevesebb volt. Hát igen, most jön majd az, hogy a low budgetba tojás tartó, aztán meg az audio hub a falra. Na, ez lett volna az egyik off-topic. A másik off-topic meg az, hogy nem csak zenebonáltam az elmúlt egy-két napban, hanem sikerült befejeznem a szuper projektet, amin dolgoztam már egy ideje, így az ünnepek környékén. Ugye nagy bánatom volt nekem, hogy amikor elő kellett szedegetni az e-cigivel kapcsolatos tanulmányokat, akkor mindig a nulláról a KH-tól. Melyik volt az? Mikor olvastuk? Melyik adásban volt? Másfél éve valahol valaki írta valamit, és a többi, és így megfordult a fejemben. Ezt talán mondtam is valamelyik adásban, hogy egy ilyet fogok csinálni, ha fene-fené teszik akkor is. Megcsináltam a weboldalt, ahol beteggelve, tegfelhővel, pozitív, negatív eredmények külön kiemelve, kereshetően rajta lesz az összes e-cigivel kapcsolatos tanulmány, úgyhogy csak ide kell eljönni, és szépen meg lehet nézni, hogy na akkor melyik volt az a tanulmány, és mit csinál, ez most melyik és blog? Meg mit. Ez nem blog most, ez egy website lesz, vaplib.com néven fog futni a történet, és mivel ma fejeztem be, már csak fel kell töltenem azt a közel 200 tanulmányt, ami létezik, és aztán ki is ereztem akkor a vad internetre, úgyhogy az új évet már ezzel fogjuk köszönteni, hogy lesz egy ilyen szuper központi meg kurátorkodott tudományos adatbázisunk. Hát Krisztián, respect, de azért elmondom a fenntartásaimat. Egy. Megérett a megy. Kettő. Csipkebokor vesző. Három. Körülbelül 10 éve ciki
a kezével integető arc nélküli kis muksó, akinek a fején egy kalap van, és hirdeti, hogy hamarosan weboldal, de ez bizonyára te is tudod, hiszen valakitől béreled a tárhelyet, és az övé ez a fantasztikus grafika az elborult bójákkal. No, ja, én még csak nem is néztem, csak regisztráltuk a domént. Ez volt az első, hogy rákattintottam. Nem foglalkoztam vele addig, amíg nincs kész a szájt, és nem kell kirakni, hát most mit bolygassam ott a névszervereket. Hát ezt én mindig online-ba szeretem ezeket, mert úgyis mindig elmászik a PHP, meg elmászik a tököm tudja milyen konfig, és akkor látom, hogy mihez kell igazgatni. De várom, szeretettel, már kíváncsi vagyok rá, hogy milyen, meg akkor a banner, tudod, amit beszéltünk, a 125x125, az megy föl a weboldalra, hogy, hogy ott legyen. Yay. Az is rád linkel ődve. Kik lesznek a társszerzők esetleg a Ogyitól, vagy az államtitkárságtól valaki ilyen vendégszereplőnek? Hogy hívják? Hát amikor elindul, akkor majd szétcsapunk egy pezsgőt rajta, hogy elkereszteljük, és felkértük Bened Attilát, hogy adjon neki egy nevet. Amit természetesen előgondolkodnak már most is, hogy igen, mi lesz igen, az igen. Istenem, arcpálma, arcpálma. Én javasoltam neki ilyen megkapó bájos neveket, mint Végzet. A démon lecsap. Igen. Nektek annyi. Azt hittem egyébként, hogy a Gőzlér blogot mondod, mert úgy láttam, hogy abba is belelendültél most, hogy állíts azon a kazánon, mert, vagy ne szívjad közben, mert az meg csak a fütyüléset halljuk. Szóval belelendültél, és bármilyen témát földobtunk a kis párfős közösségünkben, már nem ott dühöngtél, hanem gyorsan megírtad a véleményed a blogra, és akkor azt utána tudtuk osztogatni. Ami hát legalább meg lesz egyben, jó. Fakje. De most már akkor eldőlt, hogy te hogy vagy, mújó pontos jével. Attól függ. Nem baj. De nincs már attól függ. Ez nincs, nem olyan. Attól ez függ. Nem olyan. Ezzel már túlléptek. Érted? Ott így sikerült. Jaj, a derekam. Oh. Mindent pontos jével kell írni. Kész. Az elipszilon. Kivéve a lyukat. Jével a lyukat. Hülye. Hát igen. Vagy a faszkorbács. Ja, de abban nincs is jé. Abban na minden. Nem lehet hibázni vele. De van, hogyha azt mondod, hogy jaj, egy faszkorbács. Krisztián, azt meg tudod oldani, hogy mikor szívod, akkor egy kicsit távolabb legyen a mikrofon? Hogy tudnám megoldani, Charlie? Hát ide van csíptetve a... Ja igen, akkor úgy csinált... Rá van csíptetve nem, a podra. Nem, akkor azt úgy csinált... A szopókára. Azt úgy csinál, akkor olyan arra van csíptetve? Persze. Te őrült spanyol. Szopóka. Mert ha a ruhádon lenne, akkor én úgy szoktam ilyenkor, hogy a kezemet fölé rakom, és mert ugye ez gömb karakterisztika, pont azt a részt egy picit letompítja. De akkor egyszerűen azt mondom neked csak, hogy ne cigizz. Mert megmondták, cigizem, hogy káros az egészségre amúgy nem is. Nem cigizem, Charlie. Elektromos cigaretta használom. Elektronikus? Elektronikus? Nem, én elektronikus. Mert csip van, biztos csip van benne. Azt megfigyeltétek egyébként ezeket a büdös disznókat? Így nem tudom, hogy ezek véletlenül jönnek-e így össze, vagy nem, de hogy karácsonyra megkaptuk az egész törvénycsomagot tokkal vonóval, kormányrendeletestül, hogy egy nesztek boldog karácsonyt. Plusz a másik, hogy ezek annyira bunkó gyökerek, hogy itt van tizenvalahány éve van neve a gyereknek, nem. Nekik még a becsületes nevét is el kell venni ennek az eszköznek, és kitalálni valami másikat rá. Igen. Igen. Csak ennyire akarnak alázni minket, de hát... Nem, szerintem ők túl akarják az egészet tudományoskodni, hát előgondolkodnak, és tudod, annyi mindenen jár az agyuk, hogy ez elektronika. És minden a nem dohányzók miatt van. Ez is. És a, tehát nem tudom, múltkor már ezt neked mondtam, hogy és a dohányzókat, most ezt így ilyen, így mutatom a macska körmet, és a dohányzókat kivédi meg, bazd meg ezektől, tehát ez valami brutális. A kaszás szerintem, mert mielőtt elvinné őket a szívinfarktus, beledöglenek a tüdőrákba. Hát, ja. Na de beszélgessünk vidámabb témákról,
az egyik ilyen vidámabb téma a... Ez egy ilyen konzerv átkötésnek gondoltam, és aztán így nyomtam egy Ctrl tabot, ne figyét, tovább titkolózik a ne figyét. Jaj. Igen. Mert én azt szeretném mondani, hogy Krisztiánnak nagy respekt, és megint most én érzem úgy, hogy egy kicsit a munkám semmibe van véve, ugyanis a kollaborációs szájtunkon bezzeg olyan egyszerű lenne két gombot így húzigatni, és már is látnánk, hogy áll a projekt, de nem, te színezgetsz egy Excel táblát. Hát ezzel nem tudok mit kezdeni, ne haragudj. Amíg azokat nem írogatod át, nem vagyok hajlandó elfogadni a státuszváltásokat, Krisztián. Na mindegy. Előbb-utóbb meg lesz. Igen. Most pont jó jött ki, mert úgyis meg kell válaszolnom, és gondoltam, akkor most szépen letudom az egészet egyben, mert meg kell válaszolnom, ha megválaszolom, akkor be kell adnom hozzá a hatósági bigyót, bejelentést is, stb. Úgyhogy akkor most szépen így holnap nyugiba megcsinálom, és elvarrogatom ezeket a szálakat, mert ugye megint mozgolódás van, a Nefinél annyira nagyon durván dolgoznak, hogy még így december 30-án is hajlandóak voltak válaszolni kettő darab adatigénylésre, és az van, hogy ezek egész egyszerűen föltalálták a spanyol viaszt a Nefinél, mióta a múltkor az Egyesületnek olyan az Egyesület adatigénylésére olyan szépen sikerült két hónap alatt kimásolni, kezdődött. Semmit. igen. Az információ szabadság és egyéb törvényekből, hogy most ezt copy-pasztelik, és már meg is érkezett ugye a hatalmas megaadatigénylés az összes e-maillel, meg minden szírszarral kapcsolatban, meg még egy korábbi adatigénylésemre, amiben helyesbítést kértem, mert a személy szerint nevezzék meg, hogy kik vettek részt, mely intézményből, arra megírták, hogy a Korányi és a Nefi, Nefi Peti és Korányi Karcsi, vagy ki. Na mindegy, nem ez a lényeg. Személy szerint? De várjál, akkor Korányi, igen. Korányi, Charlie akkor? A Korányi, meg amblokk a Nefi. Igen. Hát akkor a Portlást is mehetünk, nem? Tehát ő is ludas ebbe a dologba, tehát őt is lehet kérdezgetni. Igen. Na szóval erre a kettőre is megírták, tehát egyrészt nem hajlandóak megírni, hogy konkrétan mely intézmények vettek részt benne, és ezen intézmények berkeiből személy szerint kik, és ki fia borjai. És erre is megválaszolták azt, hogy már pedig itt 10 évig minden szuper titkos, és amúgy is, hogyha ezt megosztanák, akkor fölborulna az intézmény működésének a törvényes rendje, úgyhogy már pedig ők ezt nem tudják velünk megosztani. És én esküszöm azóta ezen rögtön. Tehát így délután becsattant a két e-mail, hogy adatigénylésére válasz érkezett, pont indultam le bevásárolni, mondom, most agyfaszt kapjak most így azonnal, és akkor itt mérgelődök egy órát, és nem indulok el soha bevásárolni, vagy essek túl rajta, és mondom, túlesek rajta, hát azóta, tényleg azóta nevetek. Ez valami egészen elképesztő, tehát egyrészt ezek a dolgok, amikre ők hivatkoznak, ezek tényleg nagyon durva dolgokra vannak kitalálva. Tehát lehet ilyet csinálni, hogy valóban titkosítjuk, mint Paks 2 esetében. Nemzetbiztonsági. És a többi. Igen. Viszont ezeknek a létjogosultságát minden egyes esetben az adat gazdának kell tudnia bizonyítani. Tehát, hogy te mivel indoklod azt, hogy egy nyilvánosan publikált dokumentum beleszerző, azt összeollózó közalkalmazottak nevei, és hogy hol dolgoznak, ami egyébként szintén nem közérdekű adat, ennek valami másik neve van, közérdekből nyilvános adat, ha jól emlékszem, a személyi adatai azoknak, akik ilyen munkát végeznek, hogy ez milyen mi szükséges, vagy nem, ezt sem tudom mondani, tehát mi indok, mi lehet az az őrült, nagyon durva dolog, ami azt indokolja, hogy kb. Mint a legnagyobb államtitkokat úgy őrizzék, hogy kik, hogyan és miért vettek részt ennek a nyilvánosan publikált dokumentumnak az elkészítésében. Ez egy agyrém. Persze nyilvánvalóan tudjuk, hogy itt arról van szó, hogy nagyjából ez az egyetlen esélyük, hogy még néhány hónapig elhúzhassák az időt, mert egyébként, hogyha ezekre a kérdésekre választ kellene adni, akkor kiderülne, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon disznó dolgok zajlanak a Nefi és az egyéb intézmények falai között. Úgyhogy ők ezt próbálják, de maga az üzenet, amit ez sugal, jó napot kívánok! Itt ez a dokumentum, amit önök tetszettek írni és közzétették az interneten. Elárulnák nekünk, hogy konkrétan kik dolgoztak rajta? Azt nem lehet! Erre egy mondatot szeretnék válaszolni neked egy klasszikustól.
Sorry, yes, this is not impossible. Igen. Sírva fakadtam azon a videón. A legjobb benne, a legjobb benne Weiss Fanny volt, azt azért zárójelben megjegyezném. Aki nem tudja, miről van szó, menjen fel az elcigitesztek oldalra, és keresse meg Bráder Jani szilveszteri üzenetét. Oh, a téma lezárása. This is not impossible. This is not impossible. Jó, Istenem. A téma lezárása? Téma lezárásaként gondolom, megosztom elő, mert ilyenkor nagyon el kell gondolkodni, hogy az ember mit válaszol egy ilyen hivatalos, dagályos keretű párbeszédben a nefi. Párbeszéd van köztünk és a nefi között. Úgyhogy elkezdtem írogatni. Ezt nem hívnám párbeszédnek, ez ilyen digitális. Igen, nem, igen, nem. Kismalac, kismalac, engedj be. Nem. Nem. De mindegy, elkezdtem megírni a válaszlevelet, még ami majd megy be szépen a nai hatósághoz, hogy ugyan csapják már tarkón ezeket a kreténeket, de megosztom veletek ezt a mondatot, mert ez aranyos. Úgyhogy most sneak peeket kaptok abból, hogy mit kap majd a nefi. Legvadabb álmaimban sem mertem volna azt gondolni, hogy az önök tevékenységeinek napvilágra kerülése akár még intézményük törvényes működési rendjét is felborítaná, de köszönöm, hogy ilyen alaposan sikerült meggyőzniük arról, hogy nagy a baj a nefi falai között. Te egy állat vagy. Hát vezd meg. Ha ennyire hülyék, hát akkor csináljuk. Így szeretném látni ezt az embert, aki ezeket így megválaszolja, érted? Hogy már megint a Pivkó Krisztián írt egy levelet. Nem, nekik szerintem... A kétbekezdés az a múltkor is jól sikerült. Erre nekik szűrőjük van, és tudod, mikor kapnak egy levelet a Pivkótól, akkor jön egy ilyen kurva nagy piros banner, és elkezd villogni. Alert, 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 Pivkó. És akkor jönnek a minyonok, érted, mindenhonnan. Ne, akkor van az, hogy tudod, mindenki, ó, nekem el kell mennem cigizni, nekem el kell mennem a büfébe, de várja, a Pivkó írt, tessék írt, nem hallom. És akkor utolsó ember, bassza meg, rám maradt a válasz. Hol az a sablon? Igen. Hát, já, mindegy. Megyünk a hatósághoz, ott leketyeg még két hónap, majd szépen, aztán ha az se segítne, hogy Isten valami jogból kifolyólag, akkor megyünk a bíróságra, mindel, tehát előbb-utóbb valaki rájuk fog pirítani, de addig is egyébként tényleg semmi egyebet nem árul el ez az egész titkolózás, mint azt, hogy ott bizony takargatni való van. Márpedig nekünk nagyon fölcsigázták a kíváncsiságunkat. Előbb-utóbb ki fog bukni egy-két csontváz így a nefi szekrényéből, vagy a nefi házatájáról. A másik érdekes dolog, ami így, ha már erről az egész törvény, ugye most már nem tervezetről beszélünk, hanem törvényről beszélünk, hogy én így próbáltam, tudod, mint egy ilyen, minek hívják ezeket az embereket, akik bele tudják magukat élni a gyilkos bőrébe? Már arra gondolsz, milyen, beleérző készség? Nem, a izénél van ez a... Ez a profilozók, tudod? Ja, nem erre gondoltam, hanem a milyen szindrómára? Ja nem, tehát ezek a profilozók szintjére lementem, és akkor így próbáltam elképzelni azt, hogy például a Demjén Tibor az vajon milyen meggondolások mentén működött, vagy hozta ezeket az eléggé érdekes döntéseket meg. És meg ugye próbáltuk azt is kideríteni, hogy vajon kinek lehet az érdeke, hogy egy ilyen ellehetetlenített szabályozás alá essen az e-cigaretta. És nekem az jött ki a végén, ahogy végigmentem ezen az egész dolgon, hogy ugye a Demjén Tibor az végigharcolta, ugye az ő szemszögéből nézve ezt a dolgot, végigharcolta a dohányzás visszaszorítása című dolgot, ahol tényleg óriási lobby érdekekkel kellett neki szembeszállni,
gyakorlatilag van egy európai irányvonal, amelyik ki akarja szabályozni a dohányzást egész Európából. Csak hát ez az érdekérvényesítő képessége mondjuk az tőlünk nyugatabbra lévő országokban a dohány lobbinak sokkal nagyobb, mint Magyarországon, tehát itt egy ilyen elég sajátságos helyzet van. Mi egyébként a dohányzás visszaszorításában azt kell, hogy mondjam, hogy mérföldekkel előrébb járunk Európa nyugati feléhez képest. Tehát Németországban például még mindig lehet reklámozni, Németországban még föl sem merült az egységes csomagolás bevezetésének a kérdése. Ugye Németországban nincsen trafikmutyi, nem a haverok uralják a dohánypiacot, stb. Stb. Tehát itt azért jóval előrébb tartunk az ő szemszögükből nézve ezt a dolgot. És ők gyakorlatilag semmi mást nem csináltak, mint hogy ezekből a félelmekből táplálkozva, értene, azt mondták, hogy jó, akkor az elektromos cigaretta, miután semmilyen lobby érdek nem fűződik hozzá, semmilyen multinacionális cég nem ütötte a fejüket, vagy nem próbálta meg a befolyása alá vonni az ő döntési képességüket, és az előgondolkodási tudományukat, ezért aztán teljesen a saját fejük után menve, és meggyőződve arról, hogy az e-cigaretta károsabb, mint a hagyományos, meghozták ezt a döntést, és azt mondták, hogy na, akkor itt lesz vége, és puff, levágták az e-cigarettásoknak az összes kezét, lábát, és kész. Tehát ebből az egészből azt akartam kihozni, hogy senki ne gondolja azt, hogy itt mondjuk a dohányipari lobby, hogy ezt a piacot bármelyik dohánymulti meg akarja szerezni. Ilyen föltételek mellett senki nem fog erre a magyar piacra egy fillér tőkét se áldozni. Tehát Magyarországról mindenféle e-cigarettás forgalom bevétel el fogja hagyni ezt az országot, és majd valahol másut fog realizálódni. Ebbe biztosak lehetünk május 20-a után. Ja, hát igen, mert az Isten valaki nem tudott róla, akkor most már kiderült a kormányrendelet tartalma is, amiben ugye konkrétan megmondják a forgalmazás feltételeit, és ha akarod mondani, mondjad, csak eszembe jutott, hogy hát, ha nincsenek tisztában teljesen az emberek azzal, hogy... Krisztián! Igen? Mondjuk is sokszor az időpontot, mert mindig erre kérdeztek rá. Igen. Igen, először is közérdekű bejelentés következik. Benéztük, valamiért azonult be a köztudatba, hogy a dohányzó helyekre száműzésünk január 1-től kezdődik. Nem, ez nem így van. A közlönyben lejött legutolsó verzió szerint szintén május 20-ától érvényes a zárt tereken és egyéb ilyen típusú helyeken történő elektromos cigaretta használat. Tehát május 20-a, senki ne kezdjen el cidrizni január 1-től. Ez az egyik, a közérdekű bejelentés vége. A másik meg az, amit Fifikára fűztem rá itt közben, úgy ugye az volt, hogy hát megy a trafikókba, mert csak úgy vannak biztosítva a kiskorúak, vagy a fiatalkorúak, és a nem dohányzók, és a többi, és a többi, és a többi. És majd a pontos szabályozás pontos szabályozásról, majd a vonatkozó kormányrendelet határoz majd. Na most jött az a kormányrendelet, ami azt tartalmazza, hogy nem hozható forgalomba olyan utántöltő folyadék, amelyben ízesítés van, pont, és nem hozható forgalomba olyan készülék, amelyen nincsen gyerek zárt. Nem hozható forgalomba olyan nikotinmentes utántöltő folyadék. Sem ez, sem az. Sem ez, sem az, csak az a doksi, ami kiment Brüsszelbe, abból kimaradt a fele. De én összenéztem az itthon forgolódó dolgokkal, tehát ugyanaz igaz a nikotinosra, meg a nem nikotinosra is. Akkor kicsit gondolkozzunk már, előgondolkozzunk. Milyen az a folyadék, amiben nincsen ízesítés? Enyhén édeskés lószar. Igen. Kicsit gázolajszagú, büdös kés, mert ugye a nikotin az egy idő után oxidálódik, és
És akkor én is megkérhetem, megkérhetem majd a dohánygyártókat, hogy a mindenféle teljesen felesleges vegyületeiket azt hagyják ki a cigarettából? Te nem kérheted meg, kérlek szépen, mert vannak egyenlőbbek az egyenlők között is, például a dohánytermékek, ugye itt sikítozunk a TPD kapcsán most már évek óta, hogy olyan brutális kettős mérce és a hagyományos dohányzást előnyben részesíti egy lényegesen kevésbé egészségkárosító, egészségű megőrző alternatívával szemben, brutálisan aránytalan az egész. Ugye nem, a cigarettákban ugyanúgy benne maradhatnak a kezelőanyagok, mondjuk igaz, hogy ott tolják, hogy ne lehessen ízesítések majd. És de arra mi kértünk haladékot 2020-ra. 2020-ra a mentolos kapcsán. A másik még durvább ugye nem is ez, hogy most ízesítés vagy nem ízesítés, hanem az, hogy gyerekzárosnak kell lennie minden készüléknek, kivéve a zárt rendszerűeknek. Na most láttatok ti már gyerekzáros szál cigarettát? Mert én még nem. Se. Se. Az mégis akkor. De erre mondhatják azt, hogy az öngyújtó gyerekzáros. Erre de te mondhatod azt, hogy de a gyufa nem. Igen. Az öngyújtón nem azért van gyerekzár, hogy a gyerek ne tudjon rágyújtani vele, hanem hogy ne gyújtsa fel a lakást. Krisztián, szeretnélek meghívni egy szalonosítésre. Gyerekzáros. Nem. Egy ellenőrzött keretek között tartott élő személyes tesztre, ahol te, mint közösségi tanú lennél jelen, és a teszt további részét azt majd adáson kívül elmesélném neked, a fejemben megvan a storyboard, és majdnem olyan durva lesz, mint a debreceni kutatás. Ezer örömmel. Ez nagyon zsír. Fifika, tőled kérek szépen 100 milliliter tetszőleges általam választott nikotinos. Tetszőleges általam választott, igen. Nikotinos folyadékot. Jó. Jó? Amíg lehet. Amíg lehet beáll. Jó. Szóval sommárunk, vonjunk sommát ebből, mert ugye elhangzott az államtitkár helyettes szájából is, meg a korányi oldalán is olvashatjuk, meg mindenhol ez volt a propaganda, ugye, hogy miről beszélnek kedves elektromos cigaretta használók, nem történik betiltás, semmit nem tiltunk be, itt egy észszerű, szükséges szabályozás fog történni. Erre mit csinál a kormányrendelet? Betilt minden ma jelenleg kapható készüléket és utántöltőt. Akkor még tudtuk, hogy ez lesz, nyilvánvalóan tudtuk, hogy erre kell számítani, mert azért hülyék nem vagyunk, de hogy ennyire pofátlanul az arcába hazudni mindenkinek és hülyének nézni az egész világot, ez azért egy kis túlzás. Krisztián, ő csak a te egészségedet akarja óvni. Nem az övét akarja óvni, a nem dohányzókét akarja óvni. Értse meg, Krisztián, ez... Nem értse meg. Hanem mit fogadják maga? El. Fogadják. Nyugodjanak bele. Kérdezz még valamit, bármit. De hát miért? Egy kérdésről volt szó. A tárca nem támogatja. Szóval így állunk jelenleg. Ezek minden egyes hazugság ellenére természetesen minden elektromos cigarettaeszközt megpróbálnak most betiltani május 20-ától. Nehogy véletlenül ez a elharapózott, ez a sok hülye ember, aki nem akar beledögleni a dohányzásba, ezek igenis szépen nehogy már legyen nekik egy kultúrált, normális, modern, intelligens lehetőségük. Választásuk. Igen. Eljutunk majd oda, amikor minket is csak szektásokként fognak emlegetni. Tudod, azok az elektronikus cigarettás szektások, tudod? Egyébként... nem is beszéltem, srácok, de mondjad, Fifika, majd utána. Tehát nekem óriási problémám van egy halom trollkodással. Tehát most, hogy az e-cigaretta elleni tiltakozást megpróbáltuk kiszélesíteni, és mondjuk olyan közösségeket is megtalálni ezzel, akik nyilván nem e-cigarettáznak, de azt gondolná az ember, hogy föl tudják fogni ennek a lépésnek az óriási kártételét.
Erre jönnek ezek a izék, hogy nem kell ezt se szívni, miért nem szoktok le, mi, ez is ugyanolyan káros, ez is ugyanolyan szar, blablabla. Jönnek ezek a dolgok, és baszd meg, hát gyakorlatilag ugye miről beszélünk évek óta, az e-cigarettások már aki nikotinost szív, ugye ezt is azért tegyük zárójelbe, de ugye az e-cigarettások alternatív nikotinfogyasztók. A nikotinfogyasztásnak egy olyan alternatíváját találták meg, ami 95%-kal kevesebb kártételt okoz, mint a hagyományos dohánytermékek. Minimum. Minimum. Miért ne lehetnék én így nikotinfogyasztó? Ez pontosan olyan, érted, mint... Ez pont az, mint amit a Krisztián mondott múltkor, hogy amíg lehetett, addig baszakodtak azzal, hogy irány a patika és dohánytermék, aztán mikor abba nem lehet belekötni... A gyógyszer. Aztán utána, amikor abba nem lehet belekötni, akkor jövünk, hogy várja, mi van még a tarsolyban, mi van benne, PG, bazd meg, az nem lehet. Az nem, VG nem. Nikotin, keci, nikotin! Nikotint találták meg, és az ízesítőket találták meg. És ezt már számtalan szor mondtam, hogy a pultnak nem arra felére álltak, amikor azt mondták volna, hogy hú, gyerekek, oké, de mondjuk ezt az aromacsoportot nem kéne használni, érted? Hanem nem tudom, tehát semmi jobbító szándék, semmi segítő szándék. De Fifika, ezt tudod miért? Semmi ez pont hozzáadott olyan szakmai érték nincs ebben az egészben, érted? Csak az bazd meg, hogy betiltani a picsába olyan szabály, és ezek közben el tudom képzelni egyébként, ahogy az ötletek jönnek. Bazd meg, tiltjuk be az ízesítést. És akkor nincsen vele gond. Tényleg, de kurva jó ötlet. Ne legyen ízesítés. Ú, de jó. És akkor majd a jövedékit kivetjük a ízére is, a nikotinmentes. És még jobb, úr is. És el tudom képzelni, hogy ennek az lesz egyszer a vége, érted, hogy bemegy valaki a Molár Chemicalhoz, azt fogja mondani, hogy mennyi PG-jük van, meg mennyi végéjük van, na ennyi jövedéki adót be lehet csengetni utána, érted? De akkor megkérdezem, hogy például majd az orspré meg az inhalátor is jövedéki termék hogy lesz? Ne? Hát bizony. Nem mert van, az egyenlő között vannak egyenlőbbek is, mint tudjuk. Egy nagyon érdekes kérdés pedzegettél meg ezzel kapcsolatban, Fifika, mert ugye, ha megnézzük, a világon sehol semmi nem tiltja a szabadidős nikotinfogyasztást. Tehát az abba belekötni, hogy valaki nikotint fogyaszt a saját szakállára, kurvára senkinek semmi köze nincsen hozzá. Tehát én megtehetem, hogy bemegyek a gyógyszertárba, így van, hogy veszek egy marék nikotinos rágót, meg egy tapaszt, és így vakargatom a köldökszöszömet egész nap telepecsételve nikotinos tapaszokkal, és két pofára rágom a rágót, és senkinek az ég egyadta világon semmi baja nincsen ezzel. Sőt, mást mondok, ha már a nikotinfüggők új generációjáról van szó, ha nekem lenne egy gyerekem, teljes lelki nyugalommal etethetnék vele nikotinos rágót. Természetesen nem tenném meg, de hogy ezzel sincsen az ég egyadta világon senkinek semmi baja. És mégis egy olyan dologba kötnek bele, amiben kurvára nem kellene belekötni, mert semmi közük nincsen hozzá az ég egyadta világon, de kinyúlva már nem tudnak tényleg hol fogást találni hát rajta. Hát ez már frankon az önrendelkezési jogod. De semmi közük hozzá. És tudják bizonyítani, hogy káros a körülöttem lévőkre? Nem tudják bizonyítani, csak összehazudnak 16 oldalba egy marék baromságot, amiről nem hajlandóak elmondani a köznek, hogy ugyan miért az van benne, és miért feledkeztek el a rendelkezésre álló tudományos irodalom maradék 90-95%-áról, hanem csak így megmondják és belemondják az arcodba. Mi a bánatos faszomat képzelnek ezek, de komolyan? Ez azért vicces egyébként, mert hogyha te bemész a közértbe, és nem veszem végig az összes E-betűs számot és adalékanyagot, de most már az is trendi, hogy szójamentes párizsit veszel, szójamentes virslit veszel, és ott az van, hogy tudod, hogy valamiért nem jó a szója, akkor veszek szójamentes párizsit mondjuk, ha akarok. De... És speciál pont szója párizsit szoktam venni, mert ugye nem eszünk húst. Jó, persze, csak mondom. De hogy... Értem. Szerintem meg... egyébként a legszarabb választást. Oké, csak hogy a gondolatmeneten tovább haladva, itt meg az van, hogy azt mondjuk, hogy
hogy nekem szerintem valamiért szar becsípődésem, hogy a nikotin az káros, akkor azt betiltom. De hát bemész a akármelyik multinak, nem mondok most direkt neveket, nagy áruházláncokhoz, és akkor egy iszonyat nagy challenge neked, hogy vegyél olyan húst, vegyél olyan gyümölcsöt, zöldséget, kenyeret, amiben nincsen mesterséges adalék, mert ugyanhogy hoznak ki egy kiló kenyeret 90 forintból, meg akkor gondolkozol csak el, hogy mi a faszt használtál eddig, mikor meglátod mondjuk pozitív példaként a Lidl-nek a polcán a bio narancsot, meg a bio citromot, aminek rá van írva, hogy a héja is fogyasztható például akármilyen süteményben, mert ugye azt mindenki tudja, gondolom, hogy amit megvesz narancsot vagy citromot, olyan vegyszerrel kezelik, amik penész gátló szerek, hogy a raktározásban ne penészedjen meg. Ha te pedig azt belereszeled a tortádba, vagy a akármilyen pudingodba, akkor bizony magadnak ártasz, de kurvára. És ezért vesszük meg inkább mi is a bio akármilyen citromot, narancsot, mert azt föl lehet használni nyugodtan a héját is, és nincs az az olajos filmréteg rajta. De arra nem mondjuk, bazd meg, azt csak megemlítjük, és azt is szőr mentén, hogy nem azt mondjuk, hogy a másik káros, hanem hogy ez nem tartalmaz olyan szert, ha utána olvasol, akkor azt tudod, hogy az mi a picsa. De itt meg az van, hogy nincs még elég rendelkezésre álló adat, tiltsuk be a faszra! De hát mondjuk a nikotinról meg pont van, de azt is tiltsuk be. Hát idióták. Bár ott tartanánk már, hogy tényleg megfelelő fórumokon menne egy bíró előtt az anyázás két oldalról, mert ott már nem elég csak így bemondásra tettetni a hülyét, mint amit mostanában csinálnak a tisztelt egészségügyi háttérintézmények. De agybaj az egész. Tehát ha megnézed azt például, hogy ott a kormányrendelet, és egymással ellentmondó hülyeségek vannak benne. Tehát átveszik a TPD-ből, amit megkövetel a TPD, hogy a folyadékban benne lévő adalék anyagok összetevőjének a listája a mennyiség szerinti csökkenő sorrendben. És utána a két mondattal arrébb meg kijelentik, hogy nem lehet benne semmi. Most akkor mi van? Hát azt várják el, hogy az legyen ott, hogy VG 60, PG 40, nikotin 0,3 mondjuk. Ezt várják hát el. Hát egyértelműen nem erről szólt a TPD sem. Tehát... Igen, de ők majd ezt lobogtatják, hogy ide nézzetek, 110%-on égetjük a gyertyát, mi túl teljesítettük a normát. Ó, fasz, 1110%-on, tehát ekkora ökörséget, érted, amit te... Ezt a bájkeverőből idéztem. Kimegyek a pályára, beleadok 110%-ot. Igen. A legjobb rész. És szakad róla a víz. Na ezek is ilyenek. Szakad róluk a víz, és 110%-on pörögnek. Majmok. Idomított majmok, bocsánat. És az a legfőbb baj, amiről beszéltünk a tüntetésen is, hogy reménykedhetünk abban, hogy majd most 3 év múlva jobb lesz talán, vagy valami, mikor már... eltakarodtak a picsába azok, akik most ezeket a hülyeséget kitalálták, de közben meg olyan pozíciókat biztosítanak be más vonalról maguknak, akár az AB vonalon, akár a törvényhozás vonalán, hogy ott lesznek bebetonozva azoknak az embereknek a katonái, akik majd viszik tovább ezt a vonalat. Mert ugye itt ilyen 4 éves ciklusokon átívelő dolgok is vannak, mint például... Mint például Damien F. Tibor. Igen, vagy mint például a... Már nem is tudom, hogy minek mondjam. Az Impossible János. Brunner János. Igen. Brunner János, bocsánat. Igen. Freudi elszólás. Szóval ezek mind az örökségüket tovább fogják vinni majd. Bassza meg. És azt láttátok azt, hogy valaki beszélt a tüdőkórháznak az egyik orvosával, akinek halvány büdös fogalma nem volt arról, hogy az ő kórháza milyen kiemelkedő szerepet játszik egyébként az e-cigaretta betiltásában. Nem. Mi? Nem. Volt egy Facebook bejegyzés, hogy nem tudom én, valaki a milyen tüdőkórház ez, ahol az Ildikó a Korányi egyik orvosa, tehát
tevőlegesen a szakmát minden nap gyakorló emberről beszélünk, és nem stratégiai igazgatóról. És mondta, hogy mi ez egy cigaretta? Fú, ezért hallotta, hogy ez milyen jó, meg ezt a srác így nézett rá. Mi van? Hát pont ez az intézmény jár élen abban, hogy betiltse ezt az egészet. És a saját orvosuk nem tudott róla, érted? Tehát annyira képbe vannak, és annyira széleskörű szakmai konzíliumot tartottak el cigaretta ügyben a korányiban, hogy az Ildikon kívül szerintem senki nem tud erről az egész. Ildikónak egy dolog akadt meg a lemezjátszó, a lipidek. Temetném a lipidjei közé. És ha a kezére csöppen, úr is, és akkor mi van? Tehát hihetetlen. Egyszerűen a sötétség az hatalmas a fejekben. Koránból kiindulva egyébként már valószínűleg a gyermekei idősebbek, úgyhogy ilyen nincs, de így ugye az utántöltött mérgezőségi faktora, mint a folyékony szappanéval vetekszik, ezért elképzelem, hogy Ildikónak a gyermekei mi most mi a fürdőszobában, és ő egy ilyen tigris bukfencet lenyom, és aztán egy ilyen roundhouse kickkel arrébb rúgja a gyereket, hogy megőrültél, a kezedre csöppen, ez méreg, mint a nikotinos likvid. Jaj, körbepörgő. Jaj, azt szerettem volna elmesélni, mielőtt elfelejtem, mert most majdnem megint kiment a fejemből, hogy ugye itt a Szentesti Puszi koncerten voltunk, és Krisztián, tehát a podcast az nem a puszi együttes. Nyugi, lesz kapcsolódási pont a mi ügyünkkel. Ugye én, mint az együttes nem hivatalos ródia. Füstgépje, biofüstgépje. Én ott toltam ki a fejemből, azok kultúráltan figyelt. Tehát a Mika Tivadarban ott a koncertterem, az egy ilyen viszonylag alacsony mennyezetű, hosszúkás terem, és azért próbáltam nem telébe fújni az emberek pofájába, mindig így hátradőltem, és így fölfüggőlegesen a plafonra, ahol szétterjedt, és aztán mire azonnal lejön, már semmi nincsen belőle. Kinga is mellettem úgy békésen pipálgatta a kis gőzgépét, és állt előttünk egy kb. Velem korabeli srác, meg egy nem tudtam megállapítani egy darabig, hogy a párja vagy az édesanyja a hölgy mellette, és azt vettem észre, hogy így hátra-hátra pillant nagyon rosszallóan a nő, amikor így látta a szeme sarkából, hogy fönt a feje fölött valami gomolyog. És mondom, jó van, itt már készülhetek valamire, valami lesz. Fél órával később a csávó hátrafordul, és közli velem, tudom, hogy ez nem cigaretta, hanem e-cigaretta, de légy szíves, ne csináld, mert kurva büdös. Mondtam neki, hogy tudod mit? Bocsánat. Szépen betekertem a zsebzárat a kuzinba, betettem a farzsebembe, nagyjából a háromnegyedénél járatott a koncert egyébként, úgyhogy gondoltam, hogy én nem fogom senkinek a képzeletbeli hülyeségei miatt elrontani a valós koncertélményét, úgyhogy ezzel kapcsolatban ne legyen gond. Ők megnyugodtak. Igen, ám Kingának nem szóltak, úgyhogy Kinga halálnyugodtan gőzölgött tovább a kis citromfüves holmiával. Én egyébként hibiszkuszos körtét szívtam. Az kurva büdös lehetett. Na de a habatortán a következő, hogy nem mondom, hogy ki, de néha a zenekar egyik tagja sutyomban rászokott gyújtani egy blázra, amikor éppen nem kell nagyon gyorsan használni a mind a két kezeit jobbra-balra, és nem a dobosra gondolok, mert ő meg a nyugisabb alkalma, akkor a kötfelhőket eregetett, ő is gőzlér, úgyhogy az nem zavarta nekik, még meg akartam, ja, na oké, nem csapongok, hanem konkrét hagyományos cigaretta. És ugye nekünk azért viszonylag ki van most már élezve az orrunk így ennyi év nem dohányzás után, és ezt csak érzem, hogy valaki itt dohányzik, és tényleg láttam, hogy a terem másik végében ott dohányzik, és ez nem. Tehát az én hibiszkuszos körtém az kiütötte a bűzérzékelőjét a csávónak, de az, hogy cigaretta szagban úszott az egész koncertterem, az nem. Az szemesebb rebben tőle. Az az elkeserítő, hogy azért van ez,
És kurva, akkor te is láttad, hogy gondolom előtte már percekkel fortyogott, hogy mikor tudhatna már végre persze, mondani valamit. Persze. És amit a fiúk is leírtak a híróink, akik elmentek Debrecenbe, hogy abban a pillanatban, ahogy cigarettára váltottak otthon, és mondjuk reggel bevásárlás közben az utcában szívták a cigit, a hagyományosat, beolvadtak a környezetbe. Senki nem kérdezte, hogy miért szívod, mi az a szar, hogy van a szádban, és a többi, és a többi. Asszimilálódtak a közösséggel. Tehát olyan, mint a, és akkor itt majd rákötök a filmre, pont olyan, mint a Helixben, ugye Helix, mint a Helixben, mikor az első évadban látták, hogy a normál embereknek valami csordogál az erükben, tudod, mikor néztek föntről a... Vagy nem nézted a Helixet? A sorozatot? Igen. Elbombult, amit közben félig, de igen. Na, néztem. Tudod, mikor nézték ezek a fekete vérű emberek a légcsatornából őket, akkor látták, hogy ki a más. Itt meg, mikor cigit szívsz, akkor egyből benne vagy a tömegben, és kurvára leszarják. És úgy, hogy tényleg iszonyat büdös. És nekem is milliószor mondják ezt, hogy olyan büdös az. Elmész te a faszomba. Tudod, mi a büdös, bazd meg, mikor nem mosol egy hétig segget? Na, az büdös, bazd meg. És azt nem tiltja semmi. És azt nem tiltja semmi. Nem semmi, hogy... És a Kingának utána nem szóltak, hogy... Neki nem szóltak. Aha. Neki nem szóltak. Csak a hibiszkuszos körte a kurva büdös, úgy látszik. A, hogy hívják, citromfüves rebarbara, az már nem annyira. Ah, Istenem, mennyi idióta van. Na, menjünk tovább. Menjünk, mi mindenhez van valami puszi együttesos hozzáfűzni valom, ígérem, több már nem lesz. Hát tök mindegy, kivágom a pécsába. Ha csak nem rakják ki az elcigitesztek.hu molinóját a koncert alatt a hátuk mögé a dobosnak. Tudom, ezt is leszereveznéd, inkább csak, hogy megemlíthesd őket minden adásban. Ti kérdeztétek, hogy mi történt, én csak elmeséltem. Na, melyik pontot tudtuk már le, mert én is nézelődtem közben jobbra-balra. A hármas jön, kérlek szépen. Ha csak nem akarjuk összevonni a kettessel a négyes, mert ugye az is adatigénylés, és akkor letudjuk az adatigényléseket. Jó, legyen az. Egy szúszra. Ellentétben a Nefivel, ahol abszolút államtitotként kezelnek minden, még az olyan döntések körülményeit is, hogy miért kockás alsót húz a tisztelt intézményvezető, és miért nem csíkosat. Az Emmy nem volt rest, és válaszolt arra az adatigénylésre, hogy alakítottak-e bármi nemű munkacsoportot egyeztetés céljából a törvénymódosító javaslat előkészítésére, és ha igen, abban kik voltak, ezt ők megválaszolták, úgyhogy most már tudjuk, nyilvános az információ, semmiféle intézmények közötti munkacsoportot nem alakított az Emberi Erőforrások Minisztériuma, ők csak úgy házon belül összeültek, és akkor kitalálták, hogy mi lesz a törvénymódosító javaslatban. Imígyem. Fasza. Megnyugtató. Azt hittem, hogy ezt így lehet. Is. Trógerek vagytok, mert minden hírt én raktam be, és most mindet olvassam föl, vagy mi lesz? Beszéljetek. Hát nekem van más vonalam, úgyhogy nyugodtan. Jó. Olvasd, amit szeretnél. Én majd a social vonal leszek. Beúrik majd Fifika a... Ha olyan szerintem van. Inkább a halászlébe ugrik bele, ahogy hallom most, hogy valaki zörög a tányérra. Nem én csörgök az edényekkel, úgyhogy... De jó, hogy mondtad ezt a halászlét, mert a vége lesz a podcastnek, akkor fölmelegítem a maradékot. Na, ugye arról van szó, hogy előszeretettel sipákol minden kretén, hogy a nikotinfüggők új generációját hozza létre az elektromos cigaretta, és a többi, és a többi, és a többi. És ezt maga a CDC is előszeretettel lobogtatja, a WHO is lobogtatja, a mi nefink is, mindenki. Tehát aki szeretné, hogy az elektromos cigaretta úgy történjen, mintha meg se született volna valahogy, és az mind ezt szajkózza megállás nélkül. Na most az Egyesült Államokba kijöttek a 2014-ről 2015-re forduló
felméréseknek az adatai. A Monitoring the Future felmérést készítette a National Institute of Drug Abuse, és ebből az jön ki, hogy a megkérdezett fiatalkorúak, akik elektromos cigarettát használnak, több mint a kétharmaduk nikotinmentes, nem, bocsánat, közel a kétharmaduk, 65,4%-uk nikotinmentes folyadékot használ, tehát eléggé megdőlni látszik ez alapján is az az elmélet, hogy itt bármiféle nikotinos útvesztőbe kergetés zajlana. Nagyon érdekes. Egyébként azt is kihozta még, hogy tovább esik a középiskolai korúak dohányzási mutatója. 18%-kal ismét csökkent a korábbihoz képest, az előző ciklusnak a 21%-ához képest, tehát ahhoz képest, hogy a felmérések szerint pedig egyre népszerűbb ebben a korban is az elektromos cigaretták kipróbálása, a fiatalkorúak dohányzási mutatói azok nagyon-nagyon-nagyon megbecsülhető, stabil módon folyamatosan csökkennek. Kapu a dohányzáshoz! Dehogy, hát ezt régóta mondjuk, hogy nem. Egyrészt, másrészt olyanok próbálja, hogy egy, ez tőlünk mindig nyugatra van. És tőlünk nyugatra azért óriási, hogy mondjam, óriási reklám hadjárat indult az elsisával. Hogyha valaki erre emlékszik, például az angol piacon és a német piacon, a német piacon a Xeo volt, amelyik rettentő divatot csinálta az elsisából, ami egy nikotinmentes gyümölcsízű, tehát ez nagyon jellegzetes termékvonal az e-cigarettán, majdnem azt mondanám inkább, hogy kívül, mert ugye a neve is azt mutatja, hogy ez inkább a vízipipával próbál meg rokonságot teremteni, mint az e-cigarettával. Nem állandó fogyasztásra szánt termékről beszélünk, hanem ez egy úgynevezett buli kategória, mint ahogy vízipipát is az emberek nem 8 órán keresztül szívnak naponta, hanem mondjuk hetente vagy két hetente egyszer összejön egy társaság, leülnek és vízipipáznak. És én egyébként ezt a sztorit, amit itt hoztál, ezt inkább az elsisa számlájára írom, aha, mint az e-cigarettájára. Ennyit szerettem volna így meglátásként, vagy mi ez, előgondolkodásként. Te is a tudományos előgondolkodás fellegvára vagy fizika. Igen, hozzátenni ehhez az egészhez. Tehát ha magyar viszonyokat nézzük, akkor itt szerintem statisztikai hiba határ alatt van ez a szám. Ebbe biztos vagyok. Nem baj, sose tudjuk meg, majd csak 10 év múlva. Igen, igen. De akkor aztán... Nem eszik ezt olyan forrón. Szerintem tényleg én nagyon bízom benne, hogy a hatósági vizsgálat szépen lenyom nekik egy sallert, hogy hülyék vagy a srácok, ezt ne így. Hát, na mindegy, nem akarok megint visszakanyarodni ahhoz a témához, mert egészen elképesztő. De kanyarodjunk vissza, ha igaz az, amit a Nefi állít, hogy már pedig ez így van, és ők 10 évig nem adnak ki semmit, akkor innentől kezdve bármelyik közintézmény bármit határoz, bármit dönt, bármit talál ki, arról soha senkinek semmilyen módon nem kell transzparens módon számot adniuk. Ez egy kicsit én úgy érzem, hogy ellentétben áll a transzparens közszolgálat és a közérdekű adatok kikérhetőségének az elvével, enyhén ellentétes idióták. Tehát egyébként az a szomorú ebbe az egész dologba, hogy semmi másra nem vagyunk kíváncsiak, csak egy folyamatot szeretnénk látni, hogy kik és milyen indítatások mentén döntöttek. De
erre az kéne, hogy kiálljon a Demjén Tibor, és egyszer elmondja, hogy ő szerinte, és mivel tudja alátámasztani, és nem kiollózott külföldi, mit tudom is én, áltudományos kutatásokból az ilyen bullshit generátorral létrehozott pánikkeltés céljából megírt anyaggal, hanem tényleg észérvekkel és számokkal alátámasztva. De nem ez történik, folyamatosan megy ez a fajta pánikkeltés, folyamatosan próbálják a... Meg kell egyébként hagynunk, de ezt már azt hiszem egy párszor elmondtuk, hogy hihetetlen aljasan, de nagyon profin fölépített hadjárat volt az e-cigaretta lejáratása, és az egész törvényi szakasz bevezetése és előkészítésével egyidejűleg a sajtóban és az írott és íratlan médiában megjelent interjúkkal együtt, tehát tényleg le a kalappal előttük. Csak miért ilyen szar dologra kell ezt felhasználni? Miért kell emberek életével játszani? Miért kell a jövőt elvenni azoktól, akik most még dohányoznak, és lehetne egy olyan választásuk, amivel könnyedén letehetnék a hagyományos cigarettát. 1000 milliárd forintért. Igen, igen. Erre volt a Krisztiánnak egy rettentő jó beszólása, amit azért egyszer nagy nyilvánosság előtt is meg kéne játszani. Uraim, tiltsák be a hagyományos dohánytermékeket. Legyenek tökösek, tiltsák be. Ha ez a probléma, tiltsák be. Nem fogja. Szaladjunk tovább, mert Charlie teljesen... Kimarad. Nem kimarad, hanem már nagyon itt ostorral csapkodja a hátunkat, vagy elkalandozunk folyton folyvás. Én annyit szerettem volna még hozzátenni ez a kimeríthetetlen témához, hogyha tegyük fel tényleg csak a vita kedvéért, hogy mi tök hülyék vagyunk, és egyáltalán nem értünk a tudományos anyagok olvasásához, értelmezéséhez, és hülyeség minden, amit mi az elektromos cigarettával kapcsolatban állítunk. A nefi, a korány és az összes többi emberke tévedhetetlen, abszolút igazuk van, bizonyítani tudják, hitelt érdemlően, akkor egy ilyen megkeresésre, mint az adatigénylések voltak, kapniuk kellett volna örömükbe, hogy azonnal. Igen, ilyen kérdéseik vannak ezért és ezért, sőt, tudja mit, ha önök tényleg ennyire érdekli, akkor tartsunk egy kétoldali egyeztetést a nyilvánosság előtt, ütköztessük az érveinket, mondják el, és mi szépen be fogjuk bizonyítani önöknek, hogy miért nincs igazuk, és miért van nekünk igazuk. Hát de nem tudják tételesen, se. Mondjuk sehogy. Ez lenne a normális. Már tételük sincs. Igen. Ott kezdődik a probléma. De egyébként, ha kicsit... Én is hozzá szólhatnék hozzá, baszki. Szóval... Neked van a legnagyobb mikrofonod, beszélj te is. Nem szorosan ezzel a témával kapcsolatban, hanem voltam olyan csoportban, ahonnan kiléptem, mert úgy fölkúrtam az agyam azon a mondaton, miszerint elkezdtek ott ugye hőzöngeni, hogy úristen, most elkezdtek pörögni ezek a honnan lesz likvidünk, meg honnan fogjuk beszerezni topikok, de tudjátok, mint mikor a barlangból kijössz a téli álmod után, úgy. És akkor, mikor csak annyit kérdeztem, hogy fiúk, kettő kérdésem van. Az egyik, küldtetek-e videót? A másik, kim voltatok-e tüntetni? Válasz? Ez azon semmit nem változtatott volna. Nem gondoljátok, hogy egy videó, meg egy izé, az, hogy kimegyek oda, az bármit is segít. Oké, egy kurva válasz. Nem tettem. Rányomtam, hogy csoport elhagyása. Bazd meg. Én szívom azt, amim van, azzal, amim van, te meg majd maximum az újadat. Ezeknek az embereknek üzenném, hogy értem a szkepticizmust a dologgal kapcsolatban, de hogyha belegondolnak, hogy némi minimális pozitív erőfeszítés talán valamikor egyszer majd nyomalatban a folyamat során
tényleg nem biztos, hogy egyel több ember bármit segített volna, de hogyha megfordítjuk ezt az egészet, az viszont biztos nem segít, hogy telibe szarják és otthon maradnak. Tudod hát. Milyen? De ők azok az emberek, akik bármelyik fórumba, ha fölmennek, nem csak itt, akármilyen fórumba, és van valami problémájuk, adj uram Isten, de azonnal válaszold meg, és ha te vagy olyan hülye, hogy azonnal megválaszolod, azt se kapod meg utána, hogy köszi. Hát, mert az természetes, hogy te ott állsz, bazd meg, és bármi problémája van, segítesz. És ráfűznék egy picit, mert tegnap rakta ki Mizsei Matyi a több mint egy hét távlatából a címe az újabb bejegyzésének a Gőzlér naplójában, és felolvasnám az utolsó bekezdést, meg egy picit. Felőlem ki is dobhatják az összes eredményt, mondjuk akkor azért picit morcos lennék, és valószínűleg még egy utolsó látogatást tennék Debrecenbe. Nekem a lelkem tiszta, én megtettem, amit kellett, amit megtehettem. Nagybetűkkel a következő bekezdés első mondata. És te megtetted? Ne nekem válaszolj, magadnak, hogy mi szeretnél lenni. Egy vágóhídi marha, aki beáll a sorba, és nyugodtan várja a kivégzését, hiába tudja, hogy mi fog történni, vagy valaki, aki kitör a karámból, és szembe megy azzal, amit mások neki szántak, szembe megy azzal, ami neki nem jó. Ne engedjük magunkat, segíts te is. Ne csak ebben. Mindenben, amiben csak tudsz. Légy türelmes az emberekkel, akkor is, ha a tizedik hülye megy neked a napközben, vedd figyelembe, hogyha nem tetszik neki a gőzöd. Inkább rakd el, és ha hagyja magát, mondd el neki, hogy mi is ez. Lehet csak 10-ből egy érti meg, de akkor már megérte. Vagy állj arrébb, mutassuk meg neki, hogy nem vagyunk parasztok, hanem egy olyan közösség, akik igenis felelősen, és mindenkire nézve tudnak jól dönteni. Nos, lényegében ezt tekinteni a vagós hét lezárásának, most már teljesen biztosan tudja mondani, hogy nem cigizek, és nem is fogok, vaper vagyok, és az is maradok. Amen. Szépen összefoglalta. Úgyhogy, és akkor itt egy pici intermezzóval kitérnék, hogyha megengeditek, mert nekem csak most esett le egyébként, hogy te szép csöndben upgrade-eltél a V2-re Pelzóval. Igen. Uh-huh. Oszi adott nekem egy Pelzót, aminek a videóját már láthattad is, gondolom te is. Még nem jutottam el oda, csak láttam, hogy aha. Van. Igen. Jó, én azt a videót megcsináltam, és abban egyeztem meg Oszival, hogy azért, amiért én mindig földühítem magam, és ez pont mostanában volt, hogy amikor kiírtam, hogy lesz egy ilyen valamilyen nyeremény játék a Pelzóra, szeretnéd-e? És basszátok meg, arra jött 100-valahány like. És amikor beraktam a Debrecenit, hogy így még hősöket keresünk, 4 darab lájkot kapott. És akkor úgy fölkúrtam ott az agyam, hogy akkor megbeszéltem Oszival, hogy már pedig most ez nem ilyen lesz. És nem csak állni kell, mint a sült galamb, meg belájkolni bármit is, meg bekommentelni bármit is, hanem igenis azok az emberek, én ezzel köszönöm meg nekik, hogy áldoztak egészségükből, idejükből, és a idejük miatt a pénzükből is, hisz szabad idejükben autókáznak le a majdnem azt mondtam, hogy hova, Debrecenbe, és azért ez 10 000-ekben mérhető kiadás. És akkor legyen az, hogy akik elmennek oda, és nem is csak akik most voltak, mert azt leszűkítenénk akkor 4-5 emberre, hanem január végéig annyit erőltessétek meg magatokat, hogy menjetek el, és hogyha elkülditek nekem az info@cigitesztek.hu-ra, ami a videóban is elhangzik ott az autós kis road movie-ban, hogy elkülditek azt a papírt, amin ott van az adatotok, meg hát tudod, amit mutattak is, hogy ezt kapták meg kinyomtatva. Igen. Mindenféle adattal, azt elküldik. Nem is kell az összeset, mert azt hiszem, hogy a radiológiai jelentés az kicsit később jön, de az a papír, ami náluk van, küldjék el, csak be kell szkennelni, vagy lefényképezik a telefonnal, elküldik, már is részt vesznek a nyereményjátékba. És nem mindegy, hogy mondjuk 100 emberből nyer egy, vagy esetleg 20-ból nyer egy. És
Én várom őket szeretettel, bár nem nagyon látom, hogy kapkodnának érte, de na most erre mit mondjak? Akkor az a három vagy négy ember, hárman küldték el egyébként idáig, akkor három az egyhez lesz az esélyetek nektek, hogy megnyeritek, a többi meg na, ennyi. Kamillázom. És itt most nem lesz csak lájkolt be a tököm tudja mit, meg ezt a posztot, és már is nyereményjáték, mert nem. Elegem van abból, hogy amikor nyereményjáték van, akkor lájkolgatás van ezerre, utána meg ilyeneket kapunk, hogy semmi értelme nem volt a tüntetésnek se. De ezt én érzékeltem, ezt a trendváltást, amit csináltál ezzel a Perszó nyereményjátékkal, és abszolút igazat adok neked ebben. Úgyhogy lehet még Debrecenbe jelentkezni. Január 30-áig, tehát még van, nem, bocsánat, 31. Van még több, mint egy hónap, de legyen csak egy hónap. Egy hónap az négy turnus lemehet. Turnusonként négy ember. 16. Pont kijönne a 20. És ennyit kell tenni érte. És most ez nem azért, mert hogy nyerjétek meg a Perszót, hanem én ezzel próbálom megköszönni nektek azt a munkát meg áldozatot, amit tesztek a közösségért, illetve hát aki felajánlotta természetesen a Vape42 ezt a kazánt. És hát azt annyit még elmondhatok, Krisztián, hogy tényleg kurva jó, sokat javult szerintem. De hát ezt te már biztosan tapasztaltad, hiszen használod. Bírom, ja, csak most én leszek a hülye gyerek, tehát arról beszéljünk már egy kicsit, hogy hogyan lett a Perszóbó Perszó 2. Úgy lett Perszó 2, hogy végül is ez már nem Kuzi műhelyéből került ki, hanem Oszi egyeztetett Kuzival, és hát egyéb elfoglaltságai, és a kerékpársport, és a többi, és a többi, és a család, ezt gondolom nem tudta bevállalni, viszont gondolom Oszihoz meg egy csomó lecsapódott ilyen kérdés, hogy mikor lesz Perszó, meg már nincsen, de jó lenne, hogy, és akkor ő eldöntötte, hogy már pedig akkor egyeztetek Kuzival, és megtették azokat az apró módosításokat, amik ugye a kazánon találhatók, és azért csak címszavakban, tehát fél centivel rövidebb a kazán, plusz egy levegőjük. A felső kazán záróelem kisebb. Krisztián, javítsa, hogyha nem így van, de szerintem erre egy kicsit melegebb a gőze, kicsit ízesebb. Tehát mindenféleképpen a pozitív jegyek gyarapodtak. A melegebb nekem nem tűnt föl. Nem egyébként. Úgy mondom, hogy forró a gőze, hanem egy picit melegebbnek éreztem, mint a régit. De ízesebbnek mindenféleképpen, tehát az jobban, ha azt mondanám, hogy mondjuk 5%-ot javult az íz, akkor a gőz egy 2-3%-kal lett melegebb. Na így tudnám én ezt számukba önteni. Ja. Meg hát, hogy olyan csini pofás lett, hogy egyben van nem lóg ki a síkjából a gyűrű, ez 22-es, tehát bármilyen 22-es kazánon tök jól mutat, vagy módon jól mutat. Úgyhogy ennyi, leegyeztette ezt Perszóval, Kuzival, és gyakorlatilag ennek a gyártásában is részt vesz Kuzi, de nem abban a mi voltában minőségében, ahogy az első generációnál. Úgyhogy röviden ennyi a publikus része a sztorinak. Hát meg más se tudok mondani, mert nincs nem publikus része, ennyit tudok én, és ezt adtam át most neked. Szerintem nagyon patent. Én egy hete nyúzom már kb. És abszolút elégedett vagyok vele. Azt mondjuk nem tudom, hogy mit kezdjek a két V1-es perszómmal ezek után, de nyakunkon a május, úgyhogy megvan a helye. Az ízcsere az nálad majd annyi lesz, hogy rátekered mert most már te is van elektronikus is, meg elektromos is. Igen, igen, igen. Két kazán és az ízcsere pikpak meg lesz, nem kell ott szenvedned, hogy össze ruby juice-oztam neked a kazánodat. Hát tényleg alápattintom az 5-10-es seggét, és ráteszem a cool fire-re, ez nem is hülyeség. Fakja. Na, úgyhogy
Ennyi a sztori, és én igyekezni fogok ezek után is, ha tesztelési lehetőség adódik a hazai kereskedőktől, akkor valami ilyet becsempészni kicsit, hogy tevékenyé tudjuk az embereket, aktivizálni tudjuk, mert én úgy veszem észre, hogy az sehova nem vezet, hogy 80-100 ezer forintokat nyer egy-egy ember, és utána így ennyi. Tehát az nekem sehol nem kifizetődő, hogy három napig, vagy egy hétig, mit tudom is én, 1000-1500-2000 látogatója van az oldalnak, attól nekem nem lesz jobb, hogy, tehát ilyen virtuális pöcs lehet, hogy hosszabb lenne tőle, de már nem abban a korban vagyok, hogy ezt nézném folyamatosan, hogy legyen még 500 user az oldalon. Valahogy majd rávesszük az embereket, hogy ezt csináljanak, azt csináljanak, amazt csináljanak, de hát emlékeztek még annó, mikor a Blacky mit csinált? Nem is tudom már, mikor Provarit sorsolt. Ott se nagyon jöttek a videók, tehát amikor tenni kell valamit, akkor kicsit olyan, akkor erőt vesz mindenkin a lustaság, tisztelet a kivételnek. Igen. Titkon abban reménykedem, bocsánat, abban reménykedtem, hogy te is elmész a kutatásra, és akkor lesz még egy V2-d, de akkor most már annyi kúzid van, mint égen a csillag lassan. Én azért nem megyek, mert hogy közelébe se járok a 10-es nikotinnak. Azt lett volna jó tudni egyébként, ez lett volna az egyik probléma, hogy ugye én 3-as szívok, a másik egy másik user részéről, aki egyébként boltos is, és aki nem árulom el a nevét, de egyébként Oszi, mondta, hogy ő tökre elmenne, csak azt kéne tisztázni, hogy mellette szívhat-e elektromos cigarettát. Én erre azt mondtam, hogy nem tudom, de inkább nem mi szerintem. Mi az alatt az egy hét alatt, amíg magozni kell? Nem, azt tudjuk a naplókból, hogy nem. Az alatt az egy hét alatt kizárólag bagó. Igen, na ezt én azért mondtam, mert ő azt mondta, hogy azt a napi 20 alatt bármikor elszívná, csak ugye, na hát ez, hogy mondjam, tehát életszerűtlen tudod, hogy ő bent árul a boltban, és várj egy picit, mindjárt kiszolgálok, kimegyek, elszívok egy analógot. Igen. Nem lenne autentikus a dolog, meg úgy egyébként se, tehát ő azt mondja, hogy ő láncban vépel, de hát akkor szegénykémnek meg kell mondanom, hogy vagy a boltban cigaretta, az lenne a másik meleg, tudod, mikor bemegy valaki, hogy hát gondolkozom, hogy váltok, és akkor mit ajánlaná, így lóg a szájából a Staub, és mondja, hogy hát én nem tudom, mennyit szívsz naponta, és akkor ilyet meg olyat ajánlanék, sokkal jobb, mint a cigaretta, pillanatok alatt le lehet vele szokni, és közül meg a szájából lóg a cigi. Szóval igen, tehát, ja. Mondjuk ő erősebbet szív, mint én, de nekem pont ezért nem tudna összejönni a dolog. Hát de ugye ez is két lépcsős volt, hogy arról volt szó, jól emlékszem, hogy a kezdeti állapot felmérésre mindenki lemehet, aki elcigizik, és megnézhetik, elvégzik rajta, csak ugye az igazán durva a felmérés, az is az egyhetes bagózáshoz kellenek ezek a kritériumok, de maga, aki csak lemegy és megnézeti magát, az annyira érdemben nem járul hozzá ez a történethez. Igen. De például engem is tökre érdemes lenne szerintem megnézni, mert azért 20 évig nagyon durván, keményen bagóztam. Engem is rohadtul érdekelne, hogy így négy kicsivel több, mint 4 évvel később milyen állapotban van a tüdőm. Így nézne ki egy 4 éve leszakott ember tüdője. Mondjuk persze ez hülyeség, hát. Ja nem, abból a szempontból, hogy egy 4 éve abszolút leszokott ember, vagy egy 4 éve elektromos cigarettázó ember tüdeje között mi a különbség, az még érdekes lehet. De. Nem mondok direkt nevet, mert itt van előttem az eddigieknek a játéka, de van itt egy ember, XY-nak hívjuk, vagy hívjuk egyszerűen csak Gézának, vagy nem is, Ehümérnek. Ehümérnek az egyik jelentésében az van, hogy a CO szintje, várjál, megpróbálom kideríteni, hogy melyik az előtte, utána, igen, a CO szintje előtte 3 ppm, és a véroxigén szintje, az nem tudom, hogy miért 1,1, szerintem az 1,1, az a 100-ból vonjuk ki, és akkor az 98,9, a véroxigén szintje, ehhez képest a dohányzás, és akkor megjegyeztük, a CO az annyi volt neki, hogy 3 ppm.
3 ppm 1,1. Igen. Igen. A CO szint egy hét dohányzás után 21 ppm, és a COHG az 4%-ra ment fel az 1,1-ről. Tehát a 98,9-ről a véroxigén szintje az lement 96-ra. Egy hét cigarettázás után. Az kemény. De ez a 3VS 21, az meg végképp durva. Úgyhogy, és ő volt ehümér. A többit. Azt nem ismerem mondani, hogy mit írt subjectbe, mert az eleje adott, hogy nesze, a vége meg, hogy meg. A közepén meg volt egy szexuális tevékenységre irányuló felkérés. Úgyhogy ilyen jelentések kellenének, mert ezzel lehet alátámasztani X-nek, Y-nak és a mindenféle szaktárcának, hogy itt van, miről beszéltek. Az volt a subject, hogy nesze, lassúz velem Boy George-ra meg. Képzeld el, hogy a lányom kint Londonban a munkatársával beszélgettek, és akkor az valamiért ráugrott a magyar káromkodásokra, és hát ugye a explicit tartalom vagyunk? Mindig az vagyunk. Tehát, hogy a bazd igét a magyar milyen összefüggésekben használja, mint kötőszót, és az fél napig azon röhögött, hogy a lebaszni, fölbaszni. Érted? Tehát angolból elmagyarázni azt, hogy lófasz a seggedbe, hogy az milyen durva, érted? Tehát, hogy ezt egy angol kurva nehezen érti meg, hogy mit keres a lófasz a seggembe. Holott ez, mint tudjuk, igazából nem azt jelenti. Hanem mit? Te sem világ. Tudod, nem ár. Nem. Az nem a szóbeli, vagy nem a valóságbeli lófasz, tehát a lónak a hinnemi szerve, hanem annak idején a karót lufasznak hívták. És az lufasz a seggedbe volt, és ez még így a török időkben, meg a tatár időkben, amikor divatos probléma megoldás volt a karóba húzás, akkor a lufasz a seggedbe az azt jelentette, hogy húzzanak karóba. Divatos szabadidős elfoglaltság volt. És innen maradt meg ez, ma már mindenki úgy ismeri, és úgy gondolja, hogy itt a nemi szervéről. Igen, igen, szó, de valójában nem. Etimológiailag ez az eredete. Zárójelben hozzátenném kis színesként, hogy a karóba húzás mint olyan, az egy nagyon tartalmas és nem rövid kínzási metódus volt, hiszen az embert körültekintően ültették rá arra a petrendszer útra, ami ki van hegyezve, és... Nem kínzási, hanem inkább kivégzési metódusnak hívnám, hát addig neveznék, ülési ráta viszonylag szerint. Az nulla volt. Addig nevezném kínzásnak, míg föl nem ért egészen a torkáig, mert ugye a saját súlyából adódóan csúszott bele vazelin és síkosító anyagok nélkül, és aztán ez... végig ment az egész testén, és a végén a... Nem kapott hozzá glicerint az Ildikótól. Torkán jött ki. Megtaláltam egy másik játékosnak is az eredményét, csak a számokat fogom nektek mondani. CO 3 ppm, COHG 1,1%. Ez mint az előbb. Igen. A vége CO 36 ppm, COHG 6,4%. Tehát a tízszerese a COE, több mint a 12-szerese. Egy hét után, úristen basszus. Ennyit a légzésvizsgálatról. De sokkal jobb a hagyományos cigaretta. Sokkal jobb, mint az elektromos. Sokkal. Most még egy nem dohányzónak kellene tudnia. Tehát nem gőzlér, nem dohányzó. Aki életében soha nem, és tök jó értékei vannak, hogy azok mik. Itt van a harmadik játékos is, csak hogy már képesek legyünk fölfogni a dolgot, ő legyen Tihamér. A vizsgálat elején 2 ppm és 1% volt a véroxigén szint, a végén
14 ppm és 2,9% volt a véroxigén szint. Tehát a 2 az a 6-szorosa lett, a COHG az meg majdnem a 3-szorosa. Úgyhogy, de persze, hát ez nem bizonyít semmi, gyerekek, hát ez egy ilyen ördögtől való vizsgálat. Na, úgyhogy ennyit erről, és akkor szerintem tekerjünk tovább. Jó. Melyiknél tartunk éppen? Ötös jön, ugye december 23-át vártuk, mint a messiás, hogy az Európai Bíróság előtt lévő Totali Wikid ügy kapcsán, ugye itt még nem bírói döntés jön, hanem 23-ára volt a már kitolt határideje az Advocate Generalnak, aki az ottani jogi tanácsadó, és ő készít ajánlást a bíróság számára, amit nem kötelesek figyelembe venni. Minden esetre vártuk nagyon, hogy mit fog ebből kihozni Kokott asszony, mert ez a neve, nem viccelek, tényleg ez a neve neki, hogy Kokott asszony, és hát nem az jött, mint amit szerettünk volna, egy hatalmas nagy zöldség jött ki belőle, azt a megállapítást sikerült tennie, hogy ő nem lát semmi kivetnivalót a TPD-ben, egyáltalán nem érzi úgy, hogy aránytalan lenne a szabályozás, és hogy egy alapvetően szolid szabályozásról van szó szerinte. Na most, hogy egy dohányzástól eltávolító eszköz meg a hagyományos dohányzást egy lapon emlegetni, az hogyan nem aránytalan, az már részletkérdés. Ő minden esetre ez volt az egyik megállapítása, hogy ő nem látja itt a problémát. A másik megállapítása viszont sokkal-sokkal érdekesebb volt, mert az sikerült megállapítania, hogy hol van... Bizonyára egészségügyi kockázatot jelent az elektromos cigaretta a használója számára, ami ezek mellett még az sem kizárt, hogy rászoktató eszköz, tehát kapu a nikotinfüggőséghez és a hagyományos dohányzás használatára, ezt sikerült megállapítania úgy, hogy ezt senki nem kérdezte tőle. Tehát igazából mindannyian felismerjük, ez a szolgáltatásság, amit igen. szoktak mondani. Nem volt feladata, hogy ezt a maszlagot, ezt a propagandát ő tolja. Egyáltalán nem volt olyan kérdés az egész anyagban, amire ezt a választ kellett volna találnia. Ő mégis fontosnak érezte, hogy pont ezeket pont így kihangsúlyozza a bíróság felé. Mindenki vonja le belőle a megfelelő következtetést, amit ő gondol. Úgyhogy mostantól a bíróság előtt van a dolog, hogy mikor lesz, arra nem akarok hülyeséget mondani, hogy mikor fognak erről dönteni, mikor születik erről döntés, de hát várjuk továbbra is. Ettől egy kicsit objektívebb és függetlenebb hozzáállást reméltünk mi, de még mindig nincs vége a történetnek. Történetnek. Ez az egyik, és tényleg gyorsítok, hogy Charlie örüljön, hogy gyorsak vagyunk. A nem gyenge sajtóorgánum, hanem a Rolling Stones oldalain jelent meg egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon-nagyon objektív az elektromos cigarettával kapcsolatban, körbejárva mindenféle aspektusát a dolognak, megszólaltatva emberkéket pro és kontra is. Nagyon szépen bemutatja ezt az egészet. Azok kedvéért, akik nem tudnak vagy nem szeretnek angliusul olvasni eredeti nyelven, én vettem a bátorságot és lefordítottam magyarra egy 4 részes blogpost keretében, és azt el lehet olvasni, és meg lehet tekinteni. Érdekes cikk, érdemes elolvasni, ritkán csúszom ki a sajtó keze alól. Tényleg ennyire korrekt és objektív cikk. És akkor végeztem, Charlie. Köszönöm szépen. Ha menjetek tovább, mert én közben az olvasói kérdéseket copy-paste-elgetem. Azok jönnek, hova menjünk tovább? Ja, hogy le is tudtátok. Jó, akkor kezdem aztán majd menet közben valahogy utolérem magam. Dávid Szabolcs kérdezte, és hogyha tényleg olyan, amit már beszéltünk, akkor offoljuk. Nem tudom, volt-e már erről szó, de mivel gondolom, most sokan be akarnak tárazni majd alapfolyadékból, miért érdemes venni PG-VG arány, nikotintartalom, és hogy érdemes tárolni, hogy minél tovább eltartható legyen, akár 2-3 év.
Hát én gyorsan beszúrnék egy olyat, hogy olyan PG-VG arányú és nikotin tartalmút, amit egyébként fogyasztani szeretnél. Igen. Mert hogy azt hívják alapfolyadéknak. Igen, szóval az embere válogatja, hogy kinek mi a jó, hogyha évekre akarod spázolni, akkor lehet, hogy arra is érdemes gondolni, hogy mondjuk két részletbe is egyel gyengébbet, hogyha ne adj Isten csökkentenéd a nikotin szintedet idővel, ami ugye egy természetes folyamat, de ebben azt mondjuk hozzájön. Lehet hígítani. Mondjuk igen, egyrészt lehet hígítani, és azért PG-t, VG-t mindig lehet majd kapni, lekopogom. Én hogy közbeszóljak, bocsánat, én nem is... Én úgy csinálnám, hogy megcsinálnám a PG-t, VG-t, és a nikotint azt külön tárolnám én ettől. Én is, mert most ugye degradálódik egyetlen egy jó tanács, illetve több, de jó tanácsom az, hogy olyan üvegbe kell tárolni a nikotinos alaplevet, amit teljesen tele tud valaki önteni, mint a befőtt. Teljesen tele kell önteni, és úgy lezárni, hogy minél kevesebb levegő maradjon az üvegben. Tehát, hogyha gondolja, akkor teljesen öntse tele, úgy zárja le, hűvös helyen, de sötét, ez nagyon fontos, fénytől óvni kell a nikotint, a levegő és a fény, ez az, ami tudja az oxidatív folyamatokat elősegíteni. Azon senki ne lepődjön meg, hogy a nikotinos alapleveknek tisztán, ha egy pár hónapig állnak, van egy jellegzetes, én nem szagnak mondanám, illatnak, ami önmagában a nikotinra jellemző. Abba a pillanatban, hogy bekeveri aromával, ez el fog tűnni, ha csak, mit tudom is én, 0,5% aromát használ, már az is képes elvenni ezt a fajta jellegzetes. Van, aki azt mondja, hogy ilyen kicsit gázolajos, de ez a nikotin sajátja. Azt tudni kell egyébként, hogy a PG-VG-nek van egy lejárati ideje, ami egyébként szerintem nem befolyásolja a használhatóságot, de mint mindennek azért ennek is kell, hogy legyen egy lejárati ideje. Mind a két anyag a levegőből képes vizet megkötni, ezért nyilvánvalóan légmentesen kell őket zárni. Hűtőbe azért nem kell tartani, bár lehet. Akár le is fagyaszthatja, ha nagyon akarja. Akár le is fagyaszthatja, tehát semmi hátránya nem lesz belőle. Nyilván, ha lefagyasztja, akkor ne üvegbe tegye, hanem valamilyen PTFE vagy ilyen műanyagba. És ami még nagyon fontos, hogy ezek az anyagok önmagukban külön-külön egy év lejárati idővel rendelkeznek. Már egy picit, bocsáss meg, nem kettő? Nem, egy év a lejárati. Kettőre emlékeztem. Egy év a lejárati idejük. És akkor szokott probléma lenni, hogyha ilyen fél üvegeket, meg mit tudom is, ilyen literes üvegbe 2 decit tart valaki, mert mindig annyi levegő kerülhet bele az üvegbe, hogy ezek önmaguktól elkezdenek hígulni. Mondtam én mindig, hogy felelőtlenség ez a literes üvegben fél liter tartani, ebből csak a baj van. Ki kell szívni onnan? Egyre több vizet vesznek föl. Tehát ugyanazt kell csinálni, mint édesanyánk a levesse, nem tudom, hogy kiné jellemző ez, hogy kiné nem, de nálunk ez így van. De ahogy elkezdett fogyni a leves, tudod, mindig egyre kisebb lábasokba került. Én ezeket tudom így javasolni. Egyébként semmi gond nincs vele, tehát nálam vannak 3 éves likvidek, amik ugyanolyan jók, mint 2 évvel ezelőtt. Én egyébként erre azt mondanám, amit nem is tudom már kimondott, hogy szívod, aztán ha érzed, hogy ez már nem jó, akkor kidobod. Fölöntöd málnába. Az mindennek az alfa és omegája, de erre még vissza fogunk térni egy kérdés elejéig. Vagy ágyas likvidet csinálsz belőle. Azaz. Következő kérdés feltevője B. Dávid
fiatalkorú emigráns, azaz Blacky. Két kérdés. Charlie, volt a Lamcsi Vapor Shopban, meg nagyjából vágod otthon, és itt nálunk mi a kínálat? Tényleg olyan kurvára le vagyunk maradva, mint azt egyik-másik ilyen kiboltos állítja? Kösz, hogy belefütyülsz. Szóval én azt mondom, hogy baromira nem vagyunk lemaradva, az, és ezt az összes olvasói kérdés válaszna tegyük mindig hozzá gondolatban, hogy szerény véleményem szerint, vagy imhó, tök mindegy, hogy én úgy gondolom, ahol én voltam, ott, hogy is mondjam nektek, azért, mert amerikai volt a vape shop, azért az nem jelentette azt, hogy ott csak 1000-2000-3000 dolláros modok voltak, sőt, ezek ugyanúgy az utcáról élnek ott is, ugyanúgy a kínai szarjaikat is árulták, ugyanúgy a gagyi nyomású pólókat is árulták. Annyi volt a különbség, hogy ők nem mondjuk egy liquid portfóliót árultak, hanem több gyártónak a termékét, és mondjuk akiknél én megfordultam, a Vapor Sharknál, vagy a Beyond Vape-nél, ott volt egy, mit tudom is én, egy jó 8-10 oldalas A4-es méretű spirál füzet laminálva, és abban voltak minden oldalon egy-egy gyártó, tehát rengeteg likvidjük volt, de szerintem ennyi a különbség összesen. Tehát, és akkor most kitérek arra is, hogy amit mindig mondtam, hogy az amerikai likvidek az én szememben egy kalap szamócát nem érnek, mert nekem nem jön be az ízviláguk, de hát ők ezen nevelkedtek, meg az angolok is olyan szar likvideken nevelkedtek, amilyet Blacky, te is tudod, hogy milyen hülye ízvilág az, amit ők szeretnek, vagy mi vagyunk a hülyék, mert mi meg ezeket az egyszerű ízeket szeretjük, hogy szilva, körte, málna, tököm tudja. Szóval szerintem nem vagyunk lemaradva, ha a Yankee Boltos ezt állítja, akkor túl nagy az arca. Hát egy dologban vagyunk lemaradva, az pedig az akkumulátor arcba robbanása, de örülök, hogy le vagyunk maradva. A második kérdése, jobb-e egy ludnyak 10 tyúknyaknál? Mondjon erre olyan valaki választ, aki szokott ludnyakat enni, én nem. Mújó se, úgyhogy fifika rád vártam, de köszönöm szépen. Ez mi? Ugye? Én úgy gondolom, hogy egyformán rossz. Igen. Szerintem itt már be volt gombázva Blacky. De köszönjük szépen. Azt mondja, hogy most ezt nem tudom, hogy ő írta, vagy sem, mert itt már formáztam jobbra-balra. Nem, jó. Azt mondja, Kovács Péter, de ezek tudod, költői kérdések, vagy tudjátok, tehát hogyha valami már tényleg agyfasz, akkor mondjátok, hogy tovább. Kérdés, mi lesz velünk a jövőben Dióhéjban? Hú, hát ezt nagyon sokszor elmondtuk. Oké, tovább. Pandár Péter, vagy Pandar, nem tudom, ne haragudjál. Most melegen lesz, micsoda? Most melegében. Lesz-e állampolgári jogok általános biztosához fordulás, plusz egyenlő bánásmód hatóság és gazdasági versenyhivatal? Hát ezt is kiveszéltük szerintem most az adásban. Halló? Halló. Hallottad, amit mondtam? Igen, egyetértettem veled. Aha. Minden lesz, amint... Okay. Van, nem lesz, van. Igen, amint a kutakodások meg az előkészületek abban a fázisban érnek, minden lesz. Következő kérdés Suhajda Lászlótól. Azt szeretném megtudni, hogy a mostani levesgyártók tervezik-e, hogy betörnek a halódó nyugatra, és elkezdenek oda is szállítani. Hát egy, nem vagyunk levesgyártók, vagyis hát mi ketten nem. A medvetalpú zugkeverő román adóparadicsomba menekült nevében nem tudok nyilatkozni, de annyit szeretnék hozzátenni outsiderként, hogy azt írtad, hogy betörnek-e a haladó nyugatra is, vagy halódó nyugatra is elkezdenek oda is szállítani. Oda is szállítottak eddig is. De hát most erre mit mondjunk, hogyha valaki, tehát nem lehet ennyit kalapolni, hogy körbe küldesz 10 hektó mintát kinyalva a halódó nyugat seggét? Nem lehet. Hát
innen kell értékesíteni, hogyha valaki akar, akkor innen is tud, hiszen Fifika, te is szoktál Ausztriába is küldeni rendszeresen. Igen, csak én ugye nem itt vagyok. Igen, tehát hát azért mondom, te egy ilyen kitelepült... Én már kitelepült... Medveland. Romániába ugye meg belengedték a jövedéki adót, bár a román véperek, de ezt azt hiszem, hogy az FWIN is láttuk, hogy hihetetlen kis csoportról beszélhetünk. Májusban volt nekik egy parlament előtti tiltakozások. Krisztián, tippelj már egy számot, hogy Bukarestben a parlament elé hány véper tudott elmenni egy tüntetésre? Jaj, ezt most nem tudom, hogy ezt már tudom-e, vagy nem tudom-e. 200. 69. 69? 69. Tehát azért ott se fényes, és ugye ráfűznék, itt volt egy másik adat, hogy Amerikában hányan írták alá az ő tiltakozó petíciójukat? 35 ezeren talán? Hány millióból? Csak. Nem, kérlek szépen nem. Ott meg lett azt hiszem a 100 ezer aláírás, hogy ahhoz volt kötve a... De lehet, hogy akkor javítsatok ki a tévedek, de minthogyha ott a Fehérházi petíciós központi oldalon 100 ezer aláírás lenne a limit ahhoz, hogy foglalkozzanak vele, és mintha az meg lett volna végül. Én mást olvastam, de nincs kizárva. Én is, tehát én a Charlie számát tudom. A fenébe. Ugye a 7 millióból? 7 millióból, igen. A 7 millió véperből egyszerűen tragédia, és tényleg birkák leszünk, tehát nem csak Magyarországról beszélünk, hanem Amerikában is ezek szerint beállnak a sorba, és ezért tehetik meg azt, amit megtehetnek, mert tudják, hogy nincs ellenállás. Ez a szomorú. Várjál, csak mi hányan vagyunk? 200 ezeren körülbelül? Hát, 100-200 közé szoktuk. 150. Mennyien voltunk a tüntetésen? 250? Szerintem nem voltunk annyian. Mások szerint voltunk 200-200 valamennyin, én amikor egyszer gyorsan leszámoltam, akkor 150-et láttam, de nagyon a szemembe sütött a reflektor, úgyhogy nem tudom. Legyen 200. 150 ezer per 200 az 750, a 7 millió per 35 ezer az 200. Akkor arányait tekintve mi voltunk szerintem többen. Így van, így van. Tökös a magyar vaper, bárki bármit mond. Angry vaper. Angry vaper. Visszacsatolnék Dávid Blackiehez. Sorozatajánlóm is van, Life on Mars, valamint a folytatása az Ashes to Ashes. Ezt majd kibeszéljük. Megyek tovább a következő kérdésre. Bárány Miklós, sorozat... Ez a mániájuk. Sorozat. Nem is akartunk sorozatról beszélni. Sorozatnak továbbra is ajánlom Da Vinci's Demons, valamint Into the Badlands, bár ebből még csak egy évad ment le, de szerintem megy majd tovább. A második évad már be lett rendelve egyébként. Fasza volt. Bedaráltam. Én még nem daráltam be, majd mondom, hogy én mit darálok mostanában. Következő Horváth Gábor. Kultúra rovatba ajánlom az X-akták 7. évad 18. részét, melyben a nikotin menti meg Mulder életét a dohányipar által végzett emberkísérletek során kitenyésztett egy gyilkos dohánybogaraktól. Na tessék. És kialakult itt még egy kis conversation is. Megkérdezte Heiner Zsolt, szerencsére nem kellett válaszolnom, Charlie milyen málnát szívol? Én mindig szó szerint idézek. Balogh Dávid megjegyezte, Zsolt, ezt csípőből mondom, Mystic.
ott a pont, piros pont. Heiner Zsolt, köszi, haladok a podcast adásokkal visszafelé, lassan már mindent tudok, de erre már kíváncsi voltam. Bárány Miklós ráfűzött, ha ezt nem tudod, nem tudsz semmit. És valóban, igen, Mystic Málna. Abból is a Jobbik. Hiszen én szívom. A misztikus Málnáról mindig az üt eszembe a Szomszédnője mindig zöldebb második epizódjába, amikor az öreg Walter Matthau összejön Sophia Lorennel, és meginvitálja magához, és próbál főzni valamit, de nem annyira úgy sül el, mint ahogy, és kérdezi tőle Sophia Loren, hogy ez mi akart lenni? És így ránéz, és így misztikus szósz. Úgyhogy te is misztikus szószt fogyasztasz, Charlie. Igen. A kérdések elfogytak egyébként, úgyhogy mehetünk tovább a sorikra, ha gondoljátok. Amikről nem akartunk beszélni. El is tűnt, még az a szekció is eltűnt. Ne idegelj, ott van sorozat, Helix. Hol? Hát a... Jaj, de. Sorozat. Az nem, nem e-cigaretta. Igen. Ja, hogy Helix és a nachos. Jó. Milyen nagy... De, azt kell, hogy mondjam, és akkor, ami már le van zárva részemről, azzal kezdem. Nachos, aki egyébként kicsit jobban beszél spanyolul, azt tudja, hogy a Narcosra gondolunk, és az az érdekes ebben a sztoriban, Krisztián, te is láttad. Fifika, te nem láttad? Én nem láttam. Nem, egyikötök se látta? Nem, nem. A Nachost? A Narcost, igen. Nem, nem, nem néztem Narcost. Hát akkor háttal nem kezdünk mondatot. Ez be van tiltva, nem? Krisztián, széjjel hasítalak. Tehát ha valaki kicsit képben van a 85-től történt kolumbiai eseményekkel, és hogy hogy alakult ott ez az egész mizéria, drogmizéria, kokainmizéria, a kolumbiai kartelek hogy alakultak meg. Na ez a film, ez egy sorozat, egy olyan sorozat, hogy lefosod a bokádat, olyan dokumentumfilm részletek vannak benne, eredeti képek, eredeti hangok, Nixon nyilatkozat, Reagani nyilatkozat, ezzel ebben a témában benne vannak eredeti felvételek a kartellek részéről, amiket készítettek, amikor fölrobbantották a mondjad már milyen az igazságügy, nem az igazságügyminisztériumot, hanem a bíróságot, és ugye egyébként Pablo Escobar története ez az egész, és a kinti felemelkedés, és aztán a bukás, az első évad volt a felemelkedés, és a második, egyáltalán várjál, most azt nézem, hogy hány évad volt ebből a sorozatból, csak a telefonomon kell nyomnom, elég hamar megtalálom, mert egy Dél-Amerika formájú kokain kupacot kell elképzelni. Nem, ez csak egy évad volt 10 résszel. Most ott tartunk, hogy már szar van a palacsintában, és a saját magának épített börtönben van, és onnan szökött meg, és én előtte már olvasgattam erről a sztoriról, hogy építette föl magának a börtönt, amiből később megszökött. Kurva jó utalások. Nem csak utalások, hanem ez egy abszolút olyan dráma, ami az életet dolgozta föl, és mondom, hogy eredeti filmrészletek vannak benne. Fú, nagyon üt. Kurva jó kis sorozat. Na, majd betárazom akkor a tartalékok közé. Hát ez olyan volt, hogy beraktam, és nem olyan büntető egyébként a vége a sorozatnak, már hogy a részeknek, mint a Helix, mert az egy nagyon gyilkos. Tehát, hogyha azt kéne néznem hetente egyesével, akkor már eret vágtam volna magamon. De így jó így ledarálni. Azt szerintem talán hát 2 nap alatt megnéztem a Narcost. Az baromi jó volt. A Helixet azt nézed? Nézed? Vagy nézted? Azt most elkaszálták az évad végén. Azt én néztem, igen. A második évad végén? Igen. Oh, shit. És igen, lezárták? Igen, néztem. Többé-kevésbé, félig meddig. Na, kicsit ilyen volt nekem az egész, hogy az első évad az nekem
baromi jó volt, már-már kicsit zénésönös. Egyedül, ami nem tetszett, az a főcímzenék. Ezek a kis rövid, tudod, mikor bejön a Helix felirat, és lecsöppen a csöpp az igen, igen. Na, az ott olyan, hát nekem erőltetett volt, de ezek a zenei betétek, ami főleg a második évadnál voltak, azok meg néha úgy néztem magam elé, hogy basz meg, mint a zénésönben ezek az oda nem illő vágások, a zene, azok a morbid jelenetek, és hogy mondjuk engem az idegesített, hogy ők úgy titokzatoskodtak, hogyha valaki bejött, akit nem vártál, akkor egy ilyen baszott nagy mélységélességgel játszunk, és majd csak egy 20 másodperc múlva tudom meg, hogy ki jön befele. És ezt minden, tehát nem volt más vágási művelet a tarsolyukban, vagy operatőri játék, csak ez a mélységélességgel való játszás, de hát így most, hogy mondod, még van talán 2 vagy 3 része a második évadból, de ez nagyon zavart engem már ez a 30 év oda visszaugrálás. Ah, igen, az egy kicsit. Viszont na, az kurva jó effekt volt ez, ahogy láttad, hogy leépül az a sziget. Ja. Az baromi jó volt. Mondjuk nem. Nekem tetszett, én sajnáltam, hogy elkaszálták, mert volt még benne lehetőség szerintem. Hát sok ilyennel vagy. Nem tudom, nem tudok rájönni, hogy miért. Potenciál volt egyébként szerintem a sorozatban. Volt egy csomó ilyen sorozat, ami ilyen értetlenül elkasszálódott, például aminek most lesz majd a lezárása, ugye a Banshee, vagy a melyik volt a Last Resort, a tenger alattjárós? Igen, igen. Az végül egy évad után, de azt flottul lezárták egy rész alatt az egészet. Igen. De hát ez érdekes lesz. Ez érdekes lesz, pedig a zénésönt azt meg elhagytam. Azt nem tudom. Az borzasztóan más volt nekem az úgy a vonal, amire igazából számítottam, meg fölkúrtam magam a izén is, a magyar feliraton, hogy nem volt. Az angol felirat meg nekem egy csomószor szarú volt időzítve, úgyhogy hagytam a francba az egészet, nem annyira nem mozgatott meg. Én kitartok vele, mert van benne, ahogy hívják, az északi sarkon tobzódó gyerek. Ja, az meg főképp idegesít, mindig a íze jut eszembe róla. Melyik az a, nem a hangyák a gatyába, amikor mennek a kéri a bundás kenyere, de nem kértem rá porcukrot, és az a hatalmas nagy hefti, olyan komoly szerepeket szánnak neki, és közben meg olyan komolytalan az egész fejem, mint egy Mickey egér. Ez a gyerek modell volt egyébként, én megolvastam a bióját, de ő milyen színészetre, hogy hívják, kifutói ruhamodell volt. Ja, azt hittem, hogy kézmodell, vagy lábmodell. Vagy nem kézmodell, hanem rendes kifutói ruhamodell. Hát az már biztos az a korszak volt a divatvilágban, mikor nem számított a küllem, csak az, hogy legyél vékony. Jaj, de rossz indulatú vagy sár. Hát, én bírom jó pofákat. A Supernaturalban is játszott egy pár epizódban, jó pofa dolgokat csinál. És ami még neki akarok állni, akkor most, hogy a Nachosnak vége lesz részemről is, akkor az a Badland lesz. Azt tudom ajánlani. Hat rész volt össze-vissza az évad, úgyhogy nagyon hamar lepörgött. Klassz. Azt olvastam róla, hogy az eredetileg egy ilyen tradicionális kínai mese lett feldolgozva. És hát ezt így most már utólag a harcművészeti betéteket leszámítva nem annyira lehet róla megmondani, de klassz. Tényleg. Bakker. Szépen megkoreografált csihipuhik vannak benne, és érdekesnek is tűnik. Ja, csak hát így 6 epizód nem annyira oltja az ember kíváncsiságát. De most akkor jön majd lassan a Blindspot, aztán 12 Monkeys, aztán jöhetne már Last Ship is. Masters of Sex-et azt vágod, hogy ez mikor jön, mert arra nekem nincs időpont. Azt én nem nézem, nem tudom. Ja, bocsánat. Jönni fog. Nem is tudom. Talán februárba. A tiszta ciki, de most akkor mondom, a New Girl január 5. Jó barátok maraton. Nem, most azon gondolkoztam, egyébként Fifikától akartam megkérdezni, hogy nekiálljak a trónok harcának. Álljál neki. Igen, filmtörténelem szempontjából.
Érdemes megnézni. És akkor utána mi jön majd a izé? Star Trek? Vannak tippjeim egyébként. Hogy... Nem rosszak a Star Trek-ek egyébként. Persze, hogy nem rosszak, csak én még azt a német adó, Szategy, vagy nem tudom én melyiken németül, én azt ott folyamatosan néztem, imádtam Kirk kapitányt, meg Spockot, úgyhogy az hatalmas volt, mikor kicsapták a izét, a teleportjukat, és sugározzanak le. Én egyébként, ha most valakinek Star Trek-et kéne ajánlani, hogy melyik sorozatba mélyedjen bele, hát én most az utolsót ajánlanám mindenkinek. Enterprise, igen. Az. Igen. Az volt. Szerintem is egy marha sok fölvetése volt, bár egy ócsosított sorozat. Tudod, a kötegelők látszanak néhol a filmben, meg úgy vannak fölkötegelve a monitorok a díszletre, de egyébként szerintem úgy egybe van az egész. Nagyon klassz volt. És ráadásul nem is 7 évados, tehát az még könnyebben is átrágja az ember. Mennyi volt ez 4 évad után? 4 évad volt, igen. Ott szerintem az a kiterjedés volt az, ami zseniális gondolat volt róla, vagy tőlük, úgyhogy azt mindenféleképpen nézd meg, Charlie. Na akkor annak nekiállok. Még le fogom darálni a újabb posztapokaliptikus sorozat a 100-nak a folytatása előtt, mert az január vége felé kezdődik, azt is már promózzák nagyon. És hát végre, január 7, Blacklist. Jaj, folytatódik. Ja, mert igen, az évad közi szünetben van, igen, az is, igen. Meg a Blindspot is. Blacklist, aztán hát a Last Ship-re még nincs időpontom, de ez valamikor talán április, vagy még később. Hát és aztán jönnek a zombi hentelések, fiúk, február 14, Valentin nap, hello! Az milyen durva, most kapcsolok tényleg. Nyissuk meg a szerelem ünnepét, Valentin nap, minden piros lesz. Bazzeg. És most tényleg azon gondolkozom, a True Detective-et, azt nem kasszálták el végül is? Nem tudjuk. Mert én nem emlékszem. Ilyet olvastam, hogy nem volt olyan sikeres, mint az első évad. Tehát nem azt mondták, hogy szar volt, hanem hogy nem volt olyan sikeres. Tehát én ebben azt vélem felfedezni, hogy próbálkozunk még egy kört. Lehet. És aztán jönnek a vikingek. Tényleg. Igen. Február 18, Ragnarék újra odabasznak. Illetve oda csapnak, na. Úgyhogy, és aztán lassan már tényleg földolgozok mindent, addig kéne megint valami jóság. Úgyhogy ezért mondtam a izét is, tehát nem vicceltem a Star Trekkel, meg még lehet, hogy mellé kéne valami. Az összes sorozat most, amit néztem, lemorzsolódott az asszony. Tehát a zombikat abszolút, ja, le vagyok maradva izével is. A Walking Deadnek a websorozatával is, talán 4 részt néztem meg belőle, azt nem tudom, nézitek-e? Mm-mm. A repülőgépes pedig az zsír. Nem, pedig nagyon sokszor ajánlottad, de még mindig nem jutottam el odáig. Úgyhogy nem tudom, hogy mit kéne még néznem, mert... Ash versus Evil Dead. Úgy tényleg, annak is nekiállok. Meg ha akarsz, az most indult el, elég jónak ígérkezik, 4 epizód ment le belőle, az Expanse, arról talán mondtam a múltkor. Egy-két szót, de nem emlékszem, lehet, hogy nem. Ez egy free science fiction, a jövőben játszódik, a Mars, Föld és az aszteroida övezet ellentétei és ilyen intrikák, és jön valaki és háborút akar kirobbantani, de mások nem, és akkor ilyen jó pofa, és az egész sci-fibe, és érdekes. Hát ugye nem sorozat, de én megnéztem az ünnepek alatt a Labirintus második részét. A David Bowie-s Labirintus? Nem a David Bowie, mindenki a David Bowie-sra gondol, nem volt ez a milyen Labirintus, amikor ilyen gyerekek voltak. Jaj, Maze Runner, igen. Maze Runner, igen, a Maze Runnernek a második részét. Hát lett belőle egy ilyen zombis folytatás, annyira nem fogott meg. És még valószínűleg folytatni fogják. Ami viszont etalon volt, az a Childhood's End. Azt nézted te, Fifika? Nem.
három részbe húzták le valamikor karácsony környékén, vagy azelőtt egy pár nappal. Ugye az Arthur C. Clarke-os regénynek csináltak egy háromszor másfél órás feldolgozását. Elég klassz lett. Hát pedig, na, az se egy egyszerű könyv volt annak idején. Nem, és nagyon jó megcsinálták, úgyhogy azt tudom ajánlani neked. Három epizód, szolid 4,5 óra alatt megvan az egész. Tudod, mit néztem meg? A Marsit. Hát az zseniálisan jó az a film. Láttátok? Én még nem találtam meg a Linux disztribúciók között. Nagyon jó. Na, igazi, klasszikus sci-fi. Nincs semmi elszállás benne. Én a könyvet olvastam előtte. Szerintem rettentő jó hozza a film a hangulatot. Nincs marsi arc, meg idegenek a marson, meg nem tudom én mi. Kurva jól megcsinálták. Szerintem le a kalappal mindenki előtt. Várom, de még mindig nincs fönt. Azt ajánlom egyébként Charlie neked is. Tehát nem hentelős, nem ez a... Nem baszós kardozós, akkor nem baszós érted. Kardozós, érted? Egy sima, egy gyakorlatilag az Apollo 13 a Marsra szabva, ott hagynak egy embert, és akkor az hogy boldogulott egymaga, érted? Igen, zseniális. Igen. És akkor Matt Damon elindul a Marson egymagában, és kiköt a bálnában. Igen. Direkt figyeltem én is, mert annak idején ugye olvastam, hogy látszik egy-két jelenetben, hogy a bálnából a kilátás az épp a Duna túloldalára. A NASA központ, de szerintem nagyon jó kis film. Érdemes megnézni. Na, hát ennyit a filmekről. Ennyit. Jövőre egyébként jön állítólag még nagyon sok, nekem itt be van bookmarkolva egy marék, ami nem indult el idén évvégére, ígérték. Ilyen lesz például a Westworld, ami egy science fiction sci-fi, és ugye hatalmas űrt hagyott maga után a Firefly ebben a kombóz stílusban, hogy hát ha az jó pofa lesz, meg nagyon-nagyon várom még a azt nem tudom, mi lesz a címe, de Guillermo del Toro fog készít majd egy ilyen sötét viktoriánus fantasy sorozatot. Hát, ha egy kicsit ilyen steampunkos vonal lesz benne, úgyhogy lesz jövőre is egy-két érdekes szánypróbálgatás. Most közben gondolkoztam, fiúk, ezeken a számokon, amit beszéltünk itt a tüntetésekről. Uh-huh. Hát, ha 7 milliót elosztjuk azzal a 70 valahány ezerrel, akkor 200 része. A miénk az meg a 750-ed, tehát akkor csak kevesebben voltunk. Igen. Ez egy ilyen még adásban helyesbítés, és látszik, hogy nem vágjuk ki, mert... Még mielőtt ezt a fejünkhöz vágnál. Igen. De ha belegondoltok, hogy az csak a kétszer, három, kicsivel kevesebb, mint a négyszerese egy ilyen pici országban. Arányait tekintve. De figyelj, az egy online petíció. Igen. Hát a miénket is többen aláírták akkor. Oszd el, ahogy hívják, a 7000 valahány százal hol jár, az most inkább annyival oszd el. És akkor meg az inkább pariba van, mint a decemberi hidegbe kimenni a Kossuth térre. Change.org. Ó, ne is folytasd, mert ha csak 7500-zal osztom el, már akkor 10-szer jobbak vagyunk. Na, tessék. Mert csak 20. És hát már 7852-nél jár. Hát lenyomtuk őket, mint a bélyeget. Igen, de azért ne veregessük még a vállunkat, mert még sok munka áll előttünk. Sok izgalmas párbeszédnek nem annyira nevezhető párbeszéd az egészségügy felszent felkent ludditája.
Vágtam ezt a szót, ezt direkt nem vágtam közül, hogy mikor mondja ki. De egyébként aki eddig tényleg téli álmot aludt, vagy a téli álmát aludta, annak betesszük majd videóba, az N1 TV-n jelent meg egy összefoglaló kis videó, amiben szerepel a mi kinti demonstrálós videónkból is pár szösszenet, például Dovi is, vagy Leia hercegnő, márhogy Lúsára gondolok, és ne haragudjon tényleg, akit most kihagytam, de ott szépen vázolják, hogy szerintük mi meg hogy, illetve a kultúrába akkor én nagyon szívesen betenném, hogy mindenki okosodjon az Argo 2-ből a tigrises jelenetet, mert hát mi a faszom ez, ha nem tigris? Tigris. Egy eredeti. Egy eredeti 1945-ös. Azt mondta, piros szalaggal átkötve. Hogy kell. De ki, hogy hívják? Mogács zseniálisan hozza, hosszú hajjal. Kicsit olyan kusturicás volt nekem az a jelenet. Zsír, igen. Akkor fiúk, nem ismerem mondani, hogy Lackó Attila dupla epizódot mondott, de ez inkább csak egy és negyed ilyen szempontból, mert 2:26 járunk nyersanyagban. Hát abból lesz egy 2:15. Dehogy 2:25. 25. Tényleg csak ilyen köhögéseket fogok, meg őzéseket kivágni tőled. Jó, hát azért az egy Lackó Attilányi adagot sikerült teljesítenünk. Na akkor mi legyen az adás címe? Ráfűzve arra, hogy ez az utolsó adásunk az évben, és tényleg mindjárt tipliznem kell. Akkor, hát mit tartogat nekünk az új esztendő? Gyerekzáras új esztendőt kíván. gyerekzáras új évet. Gyerekzáros új évet. Gyerekzáros új évet kívánunk. Kívánunk. Jó, és akkor tényleg ragadjuk meg az alkalmat, hogy megköszönjük az egész évi kitartó figyelmet minden kedves hallgatónknak, és mi rendületlenül folytatjuk csegevarai magasságokba emelkedő partizán akcióinkat jövőre veletek ugyanitt. Rendületlenül rendetlenkedünk tovább. És szopókára fel, elektronikus cigarettákat kézbe, és gőzöljünk bent, amíg lehet. És én még annyit tennék hozzá, hogy kazánodnak légy híve, ó magyar. Úristen, fú, de modoros volt. Jó, srácok, örülök, hogy ezt az évet is egy-két kisebb kihagyással, de kipipáltuk, most jön majd, nem tudom, hogy mérjük az S03-at majd szezonszünettől, mert most nem tartunk szünetet, ugye, hanem nyári szünettől számoltuk. Jó, akkor másodikat. Most jön a fél évad záró. Igen. Jó, akkor az S02 fél évad zárója december 31-jel, azaz a mai nappal bekövetkezett, folytatása egész hamar jövő héten, immár 2016-ban. Örülök, hogy itt voltatok velünk egész évben, és kitartottatok a gőzés mellettünk. Nektek különösen, hogy ennyi rengeteg sok-sok témát, el sem tudom mondani hány órában, de átbeszéltünk, átötleteltünk, és annyit kijelenthetek a nevetekben is, hogy mi nem adjuk föl, maradunk. Úgy bizony. Mindenkinek boldog új évet, boldogabbat, mint az idei volt. Kitartást, erőt, egészséget, kazántársak. Sziasztok! Nagyon sziasztok. Boldog új, én már nem is kívánhatok boldog új esztendőt, Csezmény. De kínál. Kínálj, vagy kívánj, vagy már... Boldog új esztendőt, szuper szilvesztert mindenkinek, felejtsük el este egy pillanatra ezt a rengeteg nyüglődést és szenvedést, amit most így a nyakunkba kaptunk decemberre, és új út erővel vetjük bele magunkat a Ramazuriba jövőre, és ne petárdázzatok, mert megijednek a cicák. Sziasztok! 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 We'll be right back.
És akkor most irány a Puszi koncert. Puszi együttes! Ezt akartam mondani, hogy az is találkozunk a Puszi együttes koncertjén. Másodikán Puszi featuring Rozsomárk. Featuring? Édes Istenem! Jaj, borogassa!